cause I won't give up on you. I will be holding on for life. Cause you're the best thing, best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. You're the best thing. Cause you're the jó reggelt, szevasztok, és kellemes ébredezés, köszöntelek benneteket nagyon nagy szeretettel, és Madárcsi Csergőset mindenkinek, szevasztok, Purgatóri Görgy, jó reggelt, kezit csokolom, Zé Patrik, szevasz, Pozsi, jó reggelt kívánok, hello screw, Kotafrik, Koratfrik, jó reggelt kívánok, hello screw, köszöntünk nagy szeretettel, és nem tudom, most nem megy. Masteró, jó reggelt kívánok, Blood Samurai, szevasz, és jó reggelt mindenkinek, aki ide tévedt, jó reggelt, Ógabi, Mr. Gabber, szevasz, Ákos, jó reggelt, Eperfejű, szevasz, hello, Humbistman, valamint Kocka, köszöntünk nagy szeretettel, Rolis, szevasz, Frici, hello, és jó reggelt, Everest, valamint KVCPT, szevacsek, Tomika, köszöntünk téged is nagy szeretettel, és nagyon szépen köszönöm még egyszer Mr. Gabber a KVCPT-nek ajándékozott szubot, köszi szépen uram nagyon, Zsofix, kezit csokolom, hello, Lejtóhun, hello, Onyx, The Dave, köszöntünk téged is nagy szeretettel, szevasz, Bérudolf, és Max Program, Szobakonyhás Atombunker, és valahány név van a naptárban. Szevasztok! Kellemes ébredezést, igen. Írta is. Ki írta? Mindjárt megnézem egy pillanat. Jó reggelt amúgy nektek, szevasztok, és hello. Nézzük, azt mondja, hogy a téma ajánlással kapcsolatban. Aha. Igen, Purgatóri Girl írta, csak ne a vírust, igen. Megmondom őszintén, kora reggel ébredés után így gyorsan összekészültem, meg minden, gondolkoztam azon, hogy mi legyen a téma, és közben volt egy feladatom, hogy el kellett menni a dokihoz. Méghozzá egy táppénzes papírért, mert a helyzet az volt, hogy vasárnap gyerkőznek fájt a torka, meg hőemelkedés, meg minden. Na most tudjátok, hogy az a szabályzat, hogyha 37 fölött van, tehát tulajdonképpen csak hőemelkedésed is van, nem mehetsz be az intézménybe. Na most én így voltam hétfőn is, kedden is. Mától már megyek dolgozni, viszont semmi probléma nincsen, csak egyszerűen be kell tartani az előírásokat, és ez kicsi azért megköti az embernek a kezét, és gondoltam, hogy még mielőtt belekezdelik itt a reggeli beszélgetésbe veletek, gyorsan elrobogok a dokihoz. Na most 8 órától egészen délig van rendelés, ami hát azért is volt érdekes, mert az asszisztensnő érkezett meg 8 óra 15-kor. Hát én nem nagyon értettem, először gondolkoztam az, hogy biztos, hogy rendelnek, vagy hogy nincs rendelés, vagy hogy mi a rosszabb van. El Pedro, rákaptál? Helyes, ez volt a cél, szerintem iszonyat jó a játék. Ja, hogy a Russian Fishingre mentél rá? Hát én nem tudom, azzal nem játszottam, az is ilyen horgászos, ha jól tudom. Na mindegy. Lényeg, hogy elindultam a rendelő felé, sehol senki, egyszer csak megérkezett az asszisztensnő, és hát szerintem ismerősök voltak, akik őt körbevették, és konkrétan én 7:30-ra mentem oda, hogy nehogy az legyen, hogy nem kerülök be időbe, és akkor várni kell órákat, meg mit tudom én. Úgyhogy 1:30-val előbb támadtam, iszonyatosan hideg van reggel. Nem tudom, hogy mi a fene van. De konkrétan majd szétfagytam, egy rövid gatyában, meg egy pólóba voltam, és megmondom őszintén, eléggé vacogtam. Vártam ott 1:30-t, 8:00 senki sehol. Hát mondom, mi a franc lesz itt, lehet, hogy telefonálni kell, vagy mi a rosszabb, vagy nem érek ide ugye reggeli beszélgetésre, az meg ugye nem éppen a legjobb. Lényeg, hogy 8:15-kor megérkezett az asszisztensnő, akitől tulajdonképpen csak egy ilyen táppénzes papírt akartam elcsippenteni. Lényeg, hogy konkrétan bementek az ismerőseikkel, bemenni eleve nem lehet, tehát így nem is nagyon értettem, hogy mi a fene történik itt. És akkor gondoltam, hogy de jó, akkor még egy negyed óra várakozás minimum. Na most ebből aztán 1:30 lett, és így konkrétan így az ablakon csúsztatta ki így a táppénzes papírt, hát nyilván előírások meg minden, de hát na, szóval nem éppen indult úgy, ahogy én azt gondoltam a reggel, de hát ezen nem csodálkozok, mert ugye számos olyan dolog van az életben, ami az ember számításait keresztül húzza. Meg őszintén szóval kezdi ez az egész vírushelyzet nagyon megnehezíteni az életünket, és szerintem ezzel rengetegen így vannak. Nektek milyen volt a reggel? Meséljetek egy kicsikét, hogy indult, vagy mik a tervek így a jövőre nézve, így a mai nap folyamán. Ma lesz az első tanítási napom, úgyhogy kissé izgulok, hogy milyen lesz megint tanítani 1/2 év után, mert azt hiszem, hogy március környékén
jött meg a rendelet, hogy nem lehet bemenni az iskolába, innentől kezdve meg ugye digitális oktatásra álltunk rá. Nyilván tudjátok, nem olyan lesz, na. Tehát nem olyan a digitális oktatás, mint amilyen úgy általában véve a hagyományos értelembe vett tanítás, úgyhogy most megint elkezdem. Köszi szépen, Purgatórigőr. Hello, nálunk is volt, hogy 8-kor nyitott a rendelő, 7-re mentem oda, hogy első legyek, erre már nagy sor volt, kérdeztem az idős nénit, hogy legelő lát, hogy mikor jött, mondta, hogy 6-kor. Jézus Mária. De igen, és most meglepődötten tapasztaltam, hogy nem volt ott senki konkrétan. Tehát lehet, hogy már ismerik az új rendszert, hogy hogyan működik. Én nem nagyon szoktam beteg lenni, úgyhogy nem nagyon vágom, főleg most ebben a helyzetben, de na minden. Jó reggelt, Juker. Hello. Csak ne ezítse meg annyira, mint márciusban, mert akkor túlértékelték a dolgokat. Én nem tudom, én ebben nem mennék bele, hogy mit értékeltek túl, meg mit nem, meg mit mennyire nem most. Minden esetre a helyzet az, hogy ha belegondoltok, akkor, és mondjuk elképzeltek egy normális, idézőjelbe vett, teljesen átlagos családmodellt, ami körülbelül úgy néz ki, hogy van apuka, van anyuka, van egy gyerkőc, vagy kettő gyerkőc, akik meg iskolába mennek, és a szülők ugye dolgoznak. Mondjuk van adott esetben egy nagymama, aki ugyanúgy dolgozik, vagy mondjuk már nyugdíjas, akkor azért meglehetősen erőteljesen befolyásolja a szituációt, meg az egész, hát a napi életet, az, hogy konkrétan elindul ez az egész őrület. Mit tudom én, az egyik iskolát lezárják, amiben a gyerkőc, meg most akkor mit csinálsz, érted, a gyerkőccel? Tehát nem lehet szögre akasztani, tehát nem úgy megy. Ha életbe lép érted a digitális oktatás, akkor meg tanulni is kell vele, már pedig te meg dolgozol, neked meg be kell menni, tehát hogy a francba oldod meg ezt a szituációt? De most őszintén, tehát hogy a fenébe hidalod át például? Tehát, 8-tól van rendelés hivatalos, az asszisztens 8:40-re jöhet. 8:40-re jó, ha benéz, a doki általában 9-re csámborog be, utána kezdik a kávészületet, 9:30-ra az első sorra kerül. Na hát mondjuk azért ez elég erőteljesen hangzik, Everest, megmondom őszintén. Na mindegy, szóval, hogyha így belegondoltok ebbe a dologba, akkor így akármikor eszkalálódhat a szarvihar, már elnézést a kifejezésért, szóval így nem tudom, és amikor nem tudja az ember, hogy mire számíthat mondjuk adott esetben egy hét múlva, vagy egy hónap múlva, akkor azért egy kicsikét így, na hát így a gyomorideg azért úgy elkapja rendesen, nem tudom. Nem tudom, de hát valami majd csak lesz. Hát bízzunk a legjobbakban, és remélhetőleg meg sikerül fékezni ezt az egészet, de már nagyon teli van a tököm vele, megmondom őszintén. Úgyhogy nem egyszerű ez a történet. Mert most gondoljatok bele, azért egy 37-1-es hőemelkedés azért viszonylag könnyedén produkálható. Tehát tegyük fel, mit tudom, hogy meleg van. 32 fokos meleg. Voltak ilyenek az utóbbi napokban. Eleve itt a stúdióban is iszonyatosan meleg van. Kijövök innen, megmérem a hőemelkedést, illetve megmérem a lázamat, és konkrétan produkálok simán szerintem egy hőemelkedés. Vagy hogyha az ember mondjuk reggel ébred, eleve magasabb a testhő olyankor. Legalábbis én ezt figyeltem meg. Azért nem olyan nehéz produkálni egy ilyet. Márpedig onnantól kezdve jelentési kötelezettséged van, és azt fogják mondani, hogy ne menjél közösségbe. Ennyire egyszerű. Nem tudom, szóval, hogy így, nem tudom. Nem tudom, hogy mi lesz ez az egésszel kapcsolatban, de aztán hagyjuk is a francba ezt a témát, mert eléggé teli van vele a hócipőm, megmondom őszintén. Meséljetek, hogy mi történt a nagyvilágban. Reggel nem volt nagyon időm híreket nézni. Vannak még ilyen tegnapi híreim, de hát azokat meg hagyjuk talán. Volt témaajánlás is, abból majd szemezgetünk, ez egészen bizonyos, és ami még a mai napra vonatkozik, az, hogy este 6 órától, lehet, hogy 1-2 percet késve, de 6 környékén indul a móka, és zéróval fogunk wormsozni, ami hát meglehetősen jónak ígérkezik. Tegnap beállítottunk mindent, úgyhogy működőképes a dolog, tudunk multiba játszani, úgyhogy egymás kukacára fogunk vadászni este 6 órától, remélhetőleg jó lesz, úgyhogy nézzetek majd be, ha kedvetek tartja. Igen, szaporodnak szótánka ezek az intézmények, de mondom, dugózzuk is le itt ezt a témát, mert kellőképpen teli van vele a hócipőm, hogy őszinte legyek. Hogy kihagyunk ezekből az örömökből, ó, Gabi? Hát nem értem, hát jöhetsz, tehát senki nem tart vissza attól, nézd a streamet, hogy mire gondoltál? Mesélj! Na, a lényeg, hogy amit mindenképpen szeretnék ma megemlíteni, illetve mindenképpen beszélgethetnénk róla, mert egy érdekes probléma, vagy egy érdekes szituáció. Ja, hogy a kukacoskodás?
De miért hagynánk ki téged? Nem értem. Nem érte Vógabi. Na mindegy, szóval a lényeg, olvastam egy hírt a minap, hogy a Microsoft saját mesterséges intelligenciával működő programokat fog placra bocsájtani, amik kiszűrik a deepfake tartalmakat. Nem tudom, hogy ez így megvan-e valakinek, hogy mik azok a deepfake tartalmak. Ez rendet kell tenni a fejekbe ilyen ebben a kérdéskörben? Vagy tudjátok, hogy miről van szó? Deepfake tartalom. Megvan? Biztos, hogy van, akinek nincsen meg. Szóval ezt megpróbálnám elmagyarázni. Lényeg, hogy igen, biztos vagyok benne, hogy sokotoknak megvan, de lényeg, hogy technikai eszközökkel elő lehet állítani olyan videókat, amiknek a segítségével másokat meglehetősen kellemetlen helyzetbe lehet hozni. Tehát konkrétan úgy képzeljétek el a szituációt, hogy valaki, aki mondjuk tegyük fel, nekiáll, az valakinek a videójából összevágva egy program segítségével tud létrehozni olyan tartalmat, hogy azt mondja, amit ő szeretne, aki ugye előállítja a tartalmat. Tehát magyarul különböző mondatokat, szövegeket embereknek a szájába lehet adni úgy, hogy ez nem is hangzott el. Tehát röviden és velősen így néz ki a dolog, és ahogy látom, Ógabi már be is... Nem, Mr. Gábor belinkelte a deepfake tartalommal kapcsolatos videót. Igen, ez körülbelül így képbe hoz benneteket, hogyha minden igaz. Én is készültem egyel, most ezt meg is nézzük így közösen, hogy tudjátok, hogy miről van szó. Úgy kb. Egy pillanat mindjárt, jó? Igen, ez egy veszélyes terep, rohadtul veszélyes terep. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Éppen azt demonstrálják, hogy hogyan a francba lehet előállítani ilyen tartalmat, és bármit a szájukba lehet adni az embereknek, akikről készült akár hosszabb videó felvétel. This is your Bloomberg quick take on deepfakes. Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gained popularity as a means of adding famous actresses into porn scenes. Despite bans on major websites, they remain easy to make and find. És persze nyilván ennek az egész dolognak van egy irdatlan fanfaktora, tehát lehet ezzel mémeket gyártani, meg vicces tartalmakat, amik ártalmatlanok, de az a baj, hogy lehet olyasmire is használni, ami nem éppen a legjobb dolog. It's actually extremely easy to make one of these things. There were just some supposed, you know, breakthroughs from academic researchers who mert azért, látjátok, itt is vannak olyanok, amikről ugye süt, hogy szerkesztett tartalom, de úgy gondolom, hogy hozzáértő azért meglehetősen könnyen inállít elő olyan tartalmat, amiről meg nem mondod azt, hogy ez tényleg valid. Vagy fake, vagy valami. Innentől kezdve pedig ugye fölvetődik az a kérdés is, hogy minek lehet innentől kezdve hinni, ugyebár. Igen, igen, ahogy írja Ógabi is, hogy lassan teljesen életű rendelés lehet majd készíteni, de most ez lesz az igazán veszélyes terep, ahogy Purgatory Girl fogalmazott, mert onnantól kezdve konkrétan be kell, hogy vessél valamilyen eszközt, és pont ezt szeretné a Microsoft, hogy legyen a felhasználó kezébe, vagy akár a hivatalos szervek kezébe is egy olyan eszköz, amivel megállapítható az, hogy egy ilyen tartalom mennyire valid, ugye? Na most tulajdonképpen, ha belegondoltok, ezzel a technikával olyan kalamajkát, meg olyan problémákat lehet okozni, meg olyan szinten lehet hiteltelenni tenni embereket, hogy ha valamivel, ezzel biztos, hogy vissza fognak élni. Tehát ez egészen biztos. A másik meg, hogy ha megnézitek, akkor konkrétan mindennel visszaélnek az emberek, amivel csak lehetséges, legyen az közösségi média, legyen az valakinek a lejáratása, legyen az akármilyen eszköz. Legyen akármilyen eszköz, most tök mindegy, hogy internet, tehát mindennel egyszerűen visszaélnek az emberek. Most ezzel ne élnének vissza? Hát hogy a viharban? Dehogy nem. Hát, hogyha belegondoltok, akkor ha ebből valakinek előnye származhat, hogy valakit mondjuk lejárat, vagy anyagi haszonszerzés céljából mondjuk állít elő ilyen tartalmat, akkor az egy teljesen sima terep, hogy lesznek emberek, hogy így fognak eljárni. Gondold el, egy élő elnöki beszéd lenne ilyen. Hát, hogyne, természetesen.
Na most érted, és ott van gyakorlatilag a YouTube, ott van egy rakat videó megosztó, vagy ott van a Facebook, ahol aztán konkrétan virálisan elkezdhet terjedni egy-egy olyan anyag, mert hát ugye nem kell hozzá sok, vagy Twitterre kiposztolja valaki, onnantól kezdve pedig terjed, mind a rettenetes bubópest is, hát körülbelül. Lápiszonyat, hogy én igazi vagyok-e? Hát ezen már én is gondolkoztam rengeteget, hogy lehet, hogy ez csak egy ilyen durva halucináció, amiben most jelenleg élünk, nem tudom eldönteni. És akkor beszélgethetnénk ilyen matrixos aspektusból erről a dologról, hogy vajon amit látunk, az mennyire igazi, vagy mennyire valid. Na most nyilván aztán a végén ennek a beszélgetésnek ott lehet konkrétan a szintiszta őrület, hogy valójában nem tudod eldönteni. Hát mindenkinek volt már olyan álma szerintem, ami iszonyatosan reálisnak tűnt, nem? Na most, hogyha volt egy ilyen álmod, akkor onnantól kezdve azért lehet mindig élni a gyanúperrel, hogy valójában ami történik veled, az mennyire valid, illetve mennyire reális. Nem tudom, nem tudom, hogy lesz-e vorzó, hát fogalmam nincsen még egyelőre. Tehát örülök neki, hogyha kikristályosodik az órarendem. Tehát így körülbelül itt tartok, meg hát ugye a menetrend, ami most jelenleg van, az adott. A kérdés az, hogy milyen játékok fognak pörögni, tehát a menetrend az ott van. Viszont nem feltétlenül tudom vállalni a garanciát, hogy pont az a játék fog pörögni, ami éppen be van írva. Úgyhogy ezért is nem írtam oda játékokat minden időponthoz. Úgyhogy ebben egyeztünk meg veletek, hogy nem feltétlenül kell kiírni azt, hogy milyen játék lesz, hogyha nem az lesz, akkor az meg olyan visszás, ugyebár. Viszont ha valami hasznos információt akarnak ismertebb emberek szájába adni, lehet előny származna belőle, írja vissza. Na most igen, de ez is fölvet olyan kérdéseket, hogy az illető akarta ezt. Érted? Tehát, mert ugye nyilván úgy működik egy ember, legalábbis én úgy gondolom, hogy egy normális ember úgy működik, hogy amit kimond, azért vállalja a felelősséget. Azért, amit nem ő mondott, illetve nem mondott ki, azért miért kellene, hogy vállalja a felelősséget? Most persze nyilván lehet valami olyasmiről szó, hogy valami jó dolgot mond, és azt mondja, hogy ó, persze, rendben van, ezzel tudok azonosulni. Tehát mit tudom én, azt mondja, hogy gyerekek, ne törjetek egymás életére, mert milyen rossz dolog az. Hát most ebbe kitalálna kivetni valót, ugye? Tehát teljesen sima a dolog. És mi van ilyenkor ugye a személyiségi jogokkal? Igen, vetődik fel a kérdés, hogy a személyiségi jogokat milliószor említették az utóbbi időben, és mindenki nagyon ragaszkodik hozzá, ezek ugye bővülnek, stb. És nagyon nagy hangsúlyt fektetnek rá, hogy most kinek milyen joga, meg mit tudom én, és ehhez az emberek ugye ragaszkodnak, telefonom meg elszökik a zsebemből, nagyszerű. Viszont a kérdés az, hogy egy ilyen esetben valakinek van-e joga valamit, és tök mindegy, hogy miről van szó, lehet egy tök hasznos információ valakinek a szájába adni. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül. Annak ellenére, hogy mondjuk jó dologról van szó. Tehát én például, hogyha valaki mondjuk készítene egy ilyen videót, és én abban hülyeségeket fröcsögnék, én nem lennék különösebben boldog, de gondolom ezzel ti is így vagytok. Na most nyilván, hogyha valaki olyan általános dolgokat durogtatna egy ilyen videón keresztül az én személyem által, mondjuk, hogyha már ez így fölvetődött, mint példa, hogy legyetek, mit tudom én, embertársaitokkal megértőbbek, kedvesebbek, vagy mit tudom én, az teljesen oké, azzal tudok azonosulni, de ott lenne ebben a dologban egy olyan rész is, ami tulajdonképpen hát egy kicsikét azért kétkedve fogadnám, hogy én ezt valójában nem mondtam, tehát egy kicsikét azért úgy, na, én nem mondom azt, hogy neheztelnék, de nem örülnék neki, nem? Na most eleve látom, írja Szultánk, hogy a fake news terjedéséhez eddig sem volt szükség a forrás hitelességére, csupán a befogadó hinni akarására. A rádióban már a földön kívüliek megtámadtak minket, egy napig volt káoszban Amerika. Na igen, tehát ez például kiválóan példázza azt, hogy mennyire meg lehet keverni a szart, már elnézést. Tehát, és elég volt érted egy rádió, ahol találkoztak egy olyan cikkel, ahol valami idióta barom, érted, bent a lakásába, vagy a tanyáján, vagy az akárhol, vagy tök mindegy, a felhőkarcoló tetején, írt valami iszonyatosan nagy blödséget, hirtelen ez a blödség rengeteg ember elé lett tárva, mert hát ugye ott van a rádió,
rengeteg emberhez jutott el, és konkrétan, aki hallgatta, az hirtelen eldobta a kapát, a kaszát, a tollat, a klaviatúrát, és Jézus Mária, megtámadtak minket az idegenek, érted? Tehát ez... ebből azért származhat nem kicsi kalamajka. Míg ha jó dolgot is mondanának a nevemben, akkor is felhívnám a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy egyetértek vele, nem én mondtam. Na igen, és gondolj azért abba bele, Ógabi, meg a többiek is, hogy hány olyan szituáció volt például az utóbbi időben, amikor embereket konkrétan, hát nem azt mondom, hogy hát ellehetetlenítettek. Tehát egy az egybe. És csak és kizárólag azért, mert valaki mondott valamit, hogy vele ezt csinálta, vagy azt csinálta. Tehát ez a cancel culture, ugye? Arról meg már nagyon-nagyon régen beszélgettünk. Tehát most gondolj bele, hogy egy ilyen videóanyaggal milyen problémákat lehet ugye előidézni. Én megmondom őszintén, mivel ezzel persze lehet előállítani olyan dolgokat, amik viccesek, meg mémeket, meg stb. Ez egy része a dolognak, de én ezt megmondom őszintén, én ezt nem engedném. Egyszerűen azért, mert... És persze mondjuk lehet azt mondani, hogy kik vagyunk mi, hogy azt mondjuk, hogy bárkinek bármit nem szabad, és általában ezekkel a dolgokkal nem is nagyon szoktam egyetérteni, amikor valaki valakit korlátoz, természetesen egészen odáig, hogy addig nem bánt ugye másokat a különböző cselekedeteivel, tehát nyilván addig nem kell korlátozni szerintem senkit semmiben, viszont ez egy nagyon-nagyon-nagyon ingoványos talaj, bárhogy is nézem. De erről mi a véleményetek? Ti ezt a dolgot engednétek, vagy hogy lehet ezt beszabályozni például? Kérdés, hogy be kell-e szabályozni? Mondjuk van egy srác, aki a VR-os srácokból csinálgat ilyen deepfake videókat, de csak paródia szinte. Igen, Dév, ez rendben van, de azokon a videókon baromi jól lehet látni azt, hogy nem igazi a videó. Tehát, hogy nem egy olyan anyag, amit mint tudom, fölvett valaki, és nincsen rajta semmiféle utómunka, mert látszik, hogy úgy van oda szerkesztve az arc, meg minden. Tehát azért úgy gondolom, hogy azok nem feltétlenül kártékonyak, tehát lehet így is nagy hülyeséget csinálni, tehát amivel mondjuk az, akiről készül ugye az anyag, nem ért egyet. Tehát persze lehet így is hülyeséget csinálni, de hát nem csigusz. Legalábbis a mai napig úgy tűnik. Őszintén szólva, ez már rég rossz, hogy odáig jutott a világ, hogy nem csak a saját előnyünkkel akarnak elébb jutni, hanem mások lejáratásával. Ó, hát figyelj, ennek meg azért hosszú-hosszú hagyománya van, vagy legalábbis régre visszanyúló hagyománya van, hogyan viselkednek az emberek, mondjuk, akik írnak különböző magazinokat és újságokat, meg műsorokat készítenek a tévében, stb. Tehát azért... meg rendvideósok, most hadd ne menjünk ebbe bele, mert hánynom kell tőle, tehát így egy az egybe. Ez olyan, mint egy kés, az büntetném, aki visszaív az eszközzel, de nem tiltanám. Jó, de hol húzódik meg az a határvonal, hogy eddig el lehet menni, de utána már nem lehet elmenni? Tehát most, érted, képzelj el egy olyan helyzetet, hogy mikor rólad csinálnak egy olyan videót, amiben mondjuk mondasz valamit a videóban, amivel te nem értesz egyet. Olyankor mi a szitu? Hogy fölkeresed az illetőt? Lehet, hogy azt se fogod tudni, hogy ki volt az. Vagy lehet, hogy valaki tovább osztotta, érted? Tehát most egyrészt vissza kell kutatni, hogy honnan jött. Na most fölveszed velük a kapcsolatot, vagy vele a kapcsolatot, egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk válaszolni fog, vagy egyáltalán. És az a baj, hogy onnantól kezdve már a probléma megtörtént. Tehát nem igazán... nem tudod visszacsinálni. Szerintem a határvonal az az engedélykérés, ha másik fél is rábólint és engedi, akkor belefér. Ha az nem történik meg, akkor nem. Na igen, ez például szerintem egy jó dolog lehetne. De most a kérdés az, hogy ezt be fogják-e tartani. Tehát, na mindegy, ez egy meglehetősen érdekes kérdés. Na most térjünk egy kicsikét vissza a technológiai újításra, vagy legalábbis arra, amit a Microsoft beszeretne vezetni. Konkrétan a következőn gondolkoztak, és ez nagy valószínűséggel rébe is fog érni ez a projekt. Támadt egy kiváló ötlete a Microsoftnak ezen tartalmak kiszűrésére, és kedden jelentette be a cég
a két új technológiáját, ami képes megállapítani, hogy mi valós tartalom, és képes megállapítani azt, hogy mi nem. Tehát egy képen mi az, ami valid, és mi az, ami oda szerkesztett. Na most az egyik ezek közül a Microsoft Video Authenticator, igen, ez az egyik, ami képes ugye a videókat úgy analizálni, hogy abból ugye kiderül, hogy hány százalék az esélye annak, hogy manipulálva lett ugye az anyag. A program az kb. Úgy működik, vagy legalábbis úgy képzeljétek el, hogy felfedez olyan elemeket ugye a képen vagy a videón, amiket az emberi szem valószínűleg nem vesz észre. Például finom elmosódásokat és gyanús határvonalakat ugye a színeken belül. Tehát körülbelül így működne ez a rendszer, vagy legalábbis ezt mondták, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan fog ez a dolog működni. Azért megmondom őszintén, az is kérdéseket vet föl, hogyha mondjuk tegyük fel egy videót ezzel a lehetőséggel lehet mondjuk analizálni, akkor azt bárki, aki csak úgy nézi a YouTube-ot, vagy mit tudom én, vagy a Facebookon lejátszik egy videót, az mennyire fog élni ezzel a lehetőséggel? Egyáltalán nem biztos. Szerintem a jelentős százalék az embereknek azt fogja mondani, hogy ezt mondta Jézus Máriám. Nem jut eszébe az, hogy megnézze, hogy ez most mennyire szerkesztett, vagy nem szerkesztett. Nem olyan bonyolult ez, csak a piramis elv alapján kéne élni. Aki másokat taposva akar előre jutni, az tönkreteszi a piramis alsó köveit, amin fel akar jutni, de ha lefelé is támogatva erősíted azt, aki alattad van, akkor te is biztosan jutsz magasabbra. Ha mindenki ezen egyszerű elv mentén élne a világban, a világ bajai se, bajai közel sem lennének ekkora. Na persze, hogy ne, ez nagyon szép ez az utópia, amit vázolsz, Csigusz Maximus, csak egyszerűen az emberek nem így működnek, mert rengeteg egoharcos rohangál a világban, akik csak is kizárólag azzal vannak elfoglalva, hogy én, hogy hogyan jussak előre, hogyan legyen több pénzem, hogyan legyek sikeresebb, hogyan legyek boldogabb, és konkrétan ilyen csőlátással csak is kizárólag saját érdekeit nézve nem igazán foglalkozik azzal, hogy mi a fene történik a többiekkel. És hát persze, ismerjük ezt a hozzáállást akár munkahelyen is, amikor lefele taposunk és fölfele meg. Na. A Ofinak van erre egy kiváló idézete, amit most nem feltétlenül szeretnék elsütni, de tudjátok, hogy mire gondolok. Na, szóval értitek, hogy mi a probléma ebben az egészben. Meglátjuk, hogy fog működni ez a rendszer, de kíváncsi vagyok azért arra, mert ott vannak ezek a meme oldalak, meg a különböző ilyen vicces portálok, tudjátok, ahol vicces videóktól elkezdve, vicces képeken át mindenféle szart lehet nézegetni, és hát azért ott terjed, mint a veszedelem. A sok hülyeség. Ami persze nyilván egyrészt szórakoztató tud lenni, hogyha az embernek van, mit tudom én, 3 perc, amit el kell tölteni, gyorsan fölmegy a 9gag-re, és akkor nézeget ott tesztasztam azt, de attól függetlenül meg ez probléma hordozó ez az egész szituáció. Nem tartom helyesnek ezt a fejlesztést. Lesz ez az érdek, ami miatt videókat az MS valahogy mégsem szűr ki, ergo valódinak lesz minősítve. Na most igen, most hogyha belegondoltok például egy hírcsatorna szerkesztése során, mondjuk tegyük fel minden egyes olyan videóanyagot meg kell nézni. Tehát ez már eleve erőteljes kapacitást feltételez, számítógép parkot illetően, meg hát idő, rengeteg idő, míg ugye végignézik azt, hogy amit mondtak, az tényleg úgy van, vagy na, szóval értitek, hogy mire gondolok. Tehát jön egy videó, valaki mondott valamit, amiből megszimatolják ugye a szerkesztők, hogy ebből bizony nagy hír lehet, akkor azt végig kell futnatni mind. Nem tudom. Tehát így lehet amúgy, tanáról is deepfake technológiával streamel már régóta, meg Instára is úgy gyártja a tartalmat. Igen, hát ez köztudott. És közben nem is tanárul, hanem tanárnő. Hát lehet. Hát figyelj, hogyha Ógabinak lehetősége van, és ezt ő mondta, lehetősége van egy férfi testbe zárt zebra lánynak lenni, akkor erre, hát engedtessék már meg nekem, hogy nekem is legyen erre lehetőséged.
Ha valakiről készül egy fake felvétel, ami a jó ízlésen belül marad, az szerintem oké. Okay. Igen, ezzel én is egyetértek, de ha valami totális fake news nyomnak valaki nevében, azt minimum videó megosztó gondja lenne ellenőrizni, vagy az eredeti személytől visszajelzést kapni, vagy biztos forrásból, hogy igen, ezt az eredeti személy mondta. Na igen, ugye én azt gondolom, hogy több léjjelen kellene, hogy átmenjen az egész történet. Tehát egyrészt az engedélykérés, másrészt a videó megosztó portál is nézze ezt meg, amennyiben lehetőség van rá, meg természetesen a hírcsatornák is azért ellenőrizzék le a cuccot. Tehát így működhetne a történet, de hát ezek mind kapacitások, és hát ezzel szerintem mindentől kezdve számolni kell, ez egészen biztos. Ha csak nem számolnak ezzel már most. Fene tudja, nem tudom. Nem tudom. Hát most gondoljatok bele akár, hogyha itt a magyar környezetet vesszük mondjuk alapul, hány politikai lejárató kampány volt, hány olyan sztárt, vagy legalábbis ismertebb személyiséget minősítettek le, mert mondjuk mondott valamit. És most teljesen lényegtelen, hogy jogos-e a leminősítés, vagy nem jogos. Hát azért, na... Értitek, azért lehet ezzel embereket kellemetlen helyzetbe hozni, bárhogy is nézem. Tehát konkrétan bárkit ki lehet ezzel a technológiával csinálni, amennyiben ugye nem sikerül bebizonyítani az igazát, de tudjuk nagyon jó, hogy amennyiben mondjuk kikerül egy ilyen videó, onnantól kezdve már damage done, kész, megtörtént a baj. Ez van. Mert nem, az emberek jelentős, és ez a baj amúgy az álhírekkel is, hogy nem fognak utána járni, hogy tényleg úgy van, hanem ezt írták le, az van, kész, jó napot kívánok. Hát szóval egy tök jó, köszi. És onnantól kezdve már lehet ide-oda kapkodni, csak hát na, hogy mondjam. De figyelj, Spoozy, azért moderál ki folyamatosan a bot, mert a pont után kellene tenni egy szünetet. És akkor utána működik minden. Csak hogy tudjad, hogy miről van szó, nem azért van, mert nem szeretünk téged, hanem a pont után tegyél már légy szíves egy space-t, mert Linknek érzékeli a bot. Aquila, köszönöm szépen a 30-at, 3x-es lett. Ja Istenem, hát ez is megtörtént. Hát figyelj, abban a pillanatban iszonyatosan nagy banán vihart, vagy nem tudom, bukta halmaszt neki, de sürgősen. Köszönöm szépen nagyon. Nagyon köszi. Oké, Spoozy, hát ki is írja, bizony. Csak sajnáltalak, mert irogatsz folyamatosan, és nem látszik egyik se. Újra az osztályba, lemaradt a vége. Köszönjük szépen. Köszi. Ezek a technológiai visszaélések legalább sarkalják az embereket arra, hogy körültekintőbbek legyenek, gondolkodjanak kritikusabban, menjenek utána személyesen a dolognak, divatba jönnek majd újra az offline kapcsolatok, ezek ilyen korrekciós eljárások segítenek visszatalálni az egyensúlypont felé. Nézd, Csigusz, megmondom őszintén, én nagyon örülnék, ha így történne, de őszintén szóval nagyobb esélyt látok arra, hogy ettől ez nem fog megváltozni. Nem gondolom. Nem gondolom, hogy ennek köszönhetően elindulna egy jó, vagy legalábbis jobb irány. Lehet, hogy kicsit pessimista hozzáállás, de attól függetlenül én ezt gondolom. Aztán lehet, hogy 10 év múlva majd elbeszélgetünk erről, hogy mi lett ezzel a kérdéssel. Minden a kattintékony címek elterjedésével kezdődött, a pillanat uralásával, amikor már nem kellett rákattintani a cikkre, hogy kiderüljön, mi van benne. Igazából mindennek a lájkolás az oka, ami egy instant véleménynyilvánítás, és gyakorlatilag a marketingesek és hirdetők legfontosabb mérőszáma. Hát pontosan. Hát hogyha megnéztek például egy streamert mondjuk, egy sikeres streamert, jó? Mondjuk egy sikeres streamert, akiről mondjuk azt gondoljátok, hogy jól csinálja, amit csinál, iszonyat népszerű, mit tudom én, el tudjátok képzelni. Tehát azért a streamerek jelentős részén azért megtalálható ez a jelenség elég erőteljesen. Tehát ugye legyenek azok borítóképek, címek ugye a YouTube tartalmak esetében, vagy akár itt Twitch-e, hogy adunk egy hangzatos címet az adásnak, érted? Tehát, na most gondoljatok bele, azért persze. Azért úgy gondolom, hogy ez jelen van ebben a idézőjelbe vett szakmában is, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem. Hát biztos, hogy tapasztaltátok ezt, ebben egészen biztos vagyok. Tök mindegy, hogy ki,
Tehát Robert Spooner, tök mindegy, hogy ki, de nagyon jól tudják az emberek, akik tartalmakat készítenek, most legyen az egy újságcikk, legyen az egy YouTube videó, hogy mire kattint a nép. Ennyire egyszerű. Tehát hogyan lehet több embert bevonzani akkor, hogyha az ember mondjuk tényleg tudatosan megválasztja azt, hogy mi legyen a címe az adásnak, mi legyen a címe a videónak, milyen legyen a borítókép, meg egyáltalán. Tehát azért ezek a dolgok, ezek már jó részt ismertek, és tudják az emberek, hogy úgymond mitől döglik a légy idézőjelbe véve. Ellenben nem feltétlenül biztos, hogy értékes tartalomra bukkanunk. Hogy mondjuk rákattintunk egy ilyen kvázi hatásvadász valamire. Egyáltalán nem biztos. Nekem is volt olyan főnököm, aki a többiek előtt megpróbált lejáratni és kirúgatni, voltak, akik be is dőltek a hülyeségeinek, de legalább megtudtam, hogy kik a kétszínűek. Hát, ja, ez remek, remek iskolája ennek a dolognak, Ógabi, ez biztos. Csak az, hogy erről lehetne beszélni naphosszat, mert erre nincs megoldás, ha lenne, akkor nem beszélnénk erről, ez egyik nagy probléma a világban. Perpi, hidd el, ezen gondolkodhatnánk minden videó, vagy kép, hogy kiszűr. Lehetetlen, mert ma YouTube-ra másodperceként 24 órá anyag megy fel, meg ha lenne is szűrőprogram, képzeld, mekkora kapacitás kellene neki. Na most figyelj, én azt gondolom, Spoozy, hogy ezt előbb-utóbb meg fogják lépni. Tehát ez úgy kb. Valószínű, hogy azért csinyán fognak bánni ezekkel az anyagokkal, és tuti fix, hogy lesz valami rendszerük erre, amivel egy kicsikét azért ez átláthatóbb, vagy kiszúrható az, ami tényleg kártékony tartalom. Igen, Csigusz, amúgy igen. Igen, határozottan. Most van amúgy egy érdekes cikk. Na mindegy, arról lehet, hogy meg kicsikét később beszélünk. Valami vidámabb témát mondjatok. Ez a deepfake, ez olyan szempontból igaz, hogy beszélgethetnénk naphosszat róla, de attól függetlenül egy olyan jelenség, amit érdemes átbeszélni, úgyhogy mondjatok valami vidámabb témát. Múltkor néztem egy videót, amit Ógabi küldött be, ez a videó az arról szól, hogy hány olyan dolog van, vagy hány olyan helyzet van, ahol nem mondjuk ki azt, amire gondolunk. Ugye, de kerültetek már, biztos vagyok benne, hogy ti is ilyen helyzetben. És Discordra pattintotta be Gabi ezt a videót, ahol tulajdonképpen az a jelenség, hogy a srác elviszi a csajt randizni, és elmennek vacsorázni, és leülnek egymással szembe, és tulajdonképpen a gondolataikat is lehet hallani. Tehát leginkább ugye srácnak a gondolatait, és elkezdenek rendelni, és a srác meg közben azon aggódik, hogy ki tudja fizetni azt, amit a csaj rendel, és hát mondanom se kell, a csaj mindent megrendel az étlapról körülbelül, és gondoltam, hogy beszélgessünk erről a jelenségről egy kicsikét, hogy ti szoktatok például magatokba elküldeni embereket melegebb éghajlatra, meg úgy egyáltalán ez a jelenség, ez nálatok mennyire van jelen? Megmondom őszintén, én többször kerülök ilyen helyzetbe. Mert ez egy ilyen levezetési mechanizmus is. Hangosan is? Aha. Hát azért van az a helyzet, amikor az ember nem mondhatja ki hangosan, hogy őszinte legyek. Nálam sajnos nem sok ilyen van. Kicsit olyan vagyok ebben, mint Turai. Az első randik egyikén pénzt kértem a nejemtől, hogy legyen aprón visszaadni rendesen borravalót a pincérnek. Az igen. De figyelj, igazából ezen úgy gondolom, hogy nem múlik semmi, de attól függetlenül meg vicces a szitu. A közterest? Hát most gondoljatok bele azért, tehát hogy mit tudom én, beszélsz mondjuk a feletteseddel. Tegyük fel, mondjuk akár a munkahelyeden. A feletteseddel kapcsolatban ugye, hogy kommunikálsz. Nyilván azért napi 20-szor átlagban ezt számolod is, korat? Na igen. És a maszk az kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy konkrétan ki is mond csak halkan. Abszolút, igen, és látják azt, hogy valami mozog, de nem biztosak benne, hogy mit mondtál. Igen. Tehát elé tolakodnak, érted, a buszon. Tegyük fel.
elé tolakodnak. Hát, na igen, és sokan meg is teszik ezt. Azt nem tudom, hogy azokat az embereket, akik ezekben a helyzetekben, hogy mondjuk hangosan elküldenek valakit az édesanyjába, hogy ezekben az emberekben mi munkál? Tehát körülbelül olyan a helyzet, mint Michael Douglasnél az összeomlásban, hogy már nagyon-nagyon kevés kell ahhoz, hogy robbanjon a bomba, vagy micsoda? Mert nem tudom, tehát azért az átlag embernél van az a helyzet, hogy elszakad a célna. És igen. Tehát voltam én is olyan állapotban, hogy tényleg csak egy apró lökés kellett volna, és elindul a dominó. Tehát ez biztos. Egy olyan nap után, amiről egyszer már meséltem nektek, hogy mennyi sok hülyeség történt, és tényleg csak egy lökés hiányzott ahhoz, hogy elinduljon a dominósor, simán benne van, hogy az emberből egyszer csak kijön. Tehát, és tudjátok, eléggé furcsa tud lenni a külső szemlélőnek, aki igazából csak annyit csinált, hogy egy picikét eléd tolakodott a buszó, hogy leordítod mind a veszedelem. És nem tudja azt, hogy te előtte mind mentél keresztül aznap. Tehát mert lehet, hogy reggeltől fogva konkrétan romba dől az életed, mert olyan hírek jönnek, meg olyan dolgok vannak, ami tényleg iszonyatosan felháborít, vagy egyáltalán. Tehát azért simán benne van a pakliba ez, akárhogy is nézem. Mert az emberbe azért gyűlik rendesen, hogyha éppen az van. Éppen a múlt hét óta kötelező nálunk 8 órában a maszk, és a csoportvezetőm rám szólt, hogy húzzad fel az orrodra, igen. Én még azt mondtam, persze, és majd te fogsz szájon át lélegeztetni. Édes Isten. Hát mondjuk ma én is úgy fogok tanítani, hogy látástovakulásig maszkba, tehát ez ilyen, és a gyerekek is így fognak jönni, hát ez van. Ez van. Minden esetre a helyzet az, hogy el tudok képzelni azért olyan helyzetet, hogy az ember ugye mondja magába, és hogyha nincs is maszk, azért ez segít ilyen terápiás jelleggel, érted, hogy azért úgy visszaszúrtál, nem hallották, de visszaszúrtál, és egy kicsit így megnyugszol, érted, hogy ki tudtad, még hogyha nem is hangosan ugye mondani azt, amit szeretnél, mert hát ugye nem szabad ezeket hosszú távon visszatartani, mert valahogy a stresszt azt le kell vezetni. Tehát most érted? Első randinkon, amikor már tudtam, hogy nem lesz közös jövőnk, akkor is még kedvesnek kellett maradni, és addig maradni, amíg a lány nem jön rá, hogy inkább ne erőltessük, de belül már az volt bennem, hogy inkább mennék a haverokkal sörözni. Na most ez is egy érdekes kérdés, hogy ilyenkor valójában mit érdemes tenni, hogy végigülni, végig szenvedni, és rabolni az idejét a másiknak, vagy azt mondani, hogy figyelj, ne haragudj, ez biztos, hogy nem fog menni, rendeztem a cechet, de én most megyek, jó, mert nem akarom rabolni az idődet. Tehát nem tudom, hogy melyik a jó hozzáállás. Amúgy, hogyha magamat ismerem, én végig szenvedném. Tehát én vagyok ilyen hülye, hogy végig szenvedem, de egyszerűen azért, mert talán mondhatni azt, hogy az illem az így követeli meg, nem tudom. Apró célzásokat adok, de sokan nem értik. De figyelj, az a baj, hogy ez előfordul ám, én úgy gondolom, hogy mind a két nem képviselőjénél, hogy jönnek az apró célzások, és nem esik le. Egyszerűen azért nem esik le az illetőnek, mert nem akarja, hogy leessen. Hát, vagy hülye. Hát most értitek, hogy mit mondok. Tehát van ilyen. És amúgy meg ilyenkor felállsz és elmész sörözni. Nem a másik idejéről van szó, hanem az önbecsülés. Istenem, már megint elindítottátok a napot. Jó van, szuper. Hát számodra turai. Tehát én úgy gondolom, hogy egyikünk ideje sem ér többet, mint a másiké. Tehát ez úgy kb. Valószínű. Sőt, erről eszembe is jutott valami hirtelen, hogy vannak ezek a notórius késők, akik folyamatosan, mit tudom én, egyeztetsz velük időpontot, és nekem volt egy olyan cimborám, aki, hát nevezzük az egyszerűség kedvéért csak Ernőnek, és remélem, hogy nézi, akkor fixen biztos, hogy magára ismer, akivel, hogyha megbeszéltem, hogy este 6 órakor találkozunk, akkor 1000%-ra biztos voltam benne, hogy Ernő 6 óra 15 előtt nem kerül elő. Tehát ez egészen biztos. Tehát ő valahogy így volt bekötve. Tehát nem tudom, hogy a francba tudott megcsinálni általános iskolát, gimnáziumot, egyetemet, és munkája is van. Tehát hogy a francba lehet ez kivitelezni, hogy ő konkrétan mindenhonnan késik. Tehát ilyen ember a földön nincsen, akinek ez hosszú távon megy és menedzselni tudja. Tehát ebbe egészen biztos vagyok. És
és már úgy beszéltem meg vele, érted az időpontokat, hogy figyelj, 6 órát beszélünk meg, de negyedre már ott legyél, légy szíves, jó? Tehát, hogyha, vagy akkor beszéljünk meg 3-4-re? Zérónak is volt ilyen időszaka, amikor megbeszéltünk vele, mit tudom, kezdődik a stream 6 órakor, és akkor már inkább 3-4-6-ot mondtam neki, mert tudtam nagyon jól, hogy majd akkor lesz ott, amikor. Sajnos van, kedves lánytestvérem is ilyen. Na igen, de ezekkel az emberekkel mit lehet kezdeni most őszintén? De tényleg, én is notórius késő vagyok, rengeteget kell mentálisan készülni arra, hogy kitegyem a lábam az utcára. Ektomatik, figyelj, ezzel én is így vagyok. Én is így vagyok, mindent meg kell nézni, hogy nálam van-e kulcs, bérlet, telefon, töltő, kaja, mit tudom én. Tehát amikor megyek mondjuk dolgozni, ez biztos. Tehát ez abszolút jelen van ez a szituáció. Meg le kell kapcsolni a kis megszakítókat, nehogy elektromos tűz üssön ki a lakásba. Páni félelmem van ettől, de én azért általában az a típus szoktam lenni, aki 5 perccel előtte ott van a dolgoknak, érted? Tehát hogy 5 perc alatt 5 perccel előbb azért én általában megérkezek. Nekem is van ilyen késős ismerősöm, vele úgy egyeztetek, hogy kések én is fixen, és akkor kevesebbet kell rá várni. Na igen, de miért gondolják ezek az emberek azt, hogy az ő idejük kevésbé drága, mint a másiké? De most komolyan, nem? Mert valójában itt erről van szó. Sőt, tovább megyek, a késés az valójában tiszteletlenség a másikkal szemben. Ez ennyire egyszerű, tehát, és ezen nincs mit magyarázni. Szevasz, Death Sniper, hello. Én inkább az a típus vagyok, aki 15-10 perc. Hát pontosan, én is ez vagyok, hogy nehogy az legyen, hogy elkések. Ugye a kedves szüleim azt megtanították, hogy nem szabad késni. Ennyire egyszerű. És van az persze, hogy mit tudom én, az ember késik mondjuk 5 percet, mert szedi össze a dolgokat, meg mit tudom én, de hogyha megegyezünk, mit tudom én, abban, hogy elmegyünk este a tököm tudja melyik helyre, és találkozunk 6 órakor a villanyoszlopnál, vagy a mit tudom én hol, akkor én ott vagyok. Érted? Most az, hogy mit tudom, 3 perccel később érsz oda, azért az nem annyira veszedelmes, de hogyha mondjuk elmész egy állásinterjúra, ott nem fogsz késni. Tehát, illetve jó esetben nem fogsz késni, mert az már egy jelzés rólad, hogy hát nem feltétlenül megbízható. Mondjuk az is egy jelzés rólad, hogyha meg túl korán mész oda. Tehát ez is biztos. Sőt, amikor szokták ezt mondani, hogy direkt késnek, miért késnek direkt az emberek amúgy? Tehát ilyet már hallottam, hogy valaki direkt késik, mert. Akkor mi motoszkálhat az emberbe amúgy? De tényleg. Hát pontosan, barack. Mi lehet, mi munkálhat az ilyen emberbe, aki direkt késik mondjuk egy tegyük fel házi buliból, vagy tegyük fel egy közös találkozóról, vagy mi munkálhat bennük? Állásinterjú az fontos, amikor viszont már 6 hónapja ott, vagyis rájöttél, hogy hány ingered van az egésztől, akkor jön a notórius késés. Vendégségben illik kb. 5 percet késni? Aha. Na várjál, ebben most menjünk már bele. Tehát, hogyha vendégségbe mész, akkor miért illik 5 percet késni? Tehát ez egy illemszabály? Tehát hadd kérdezzem már meg. Azért az illemmel tisztában vagyok általában. De miért kell 5 percet késni? Tehát mi az oka? Mert azt értem, hogy a hölgy, aki szoknyát visel, és mondjuk lépcsőn megyünk fölfelé, és én mögötte vagyok, mit tudom én, 3 lépcsőfok, hogy ne lássak be a szoknyája mögé, akkor annak van valami értelme, hogy ne lássak be a szoknyája mögé. De miért kell 5 percet késni? Mert közben megjött Rob Riot-től a megoldás az előző notórius későkkel kapcsolatban. Bunkóság, narcisztikus idiotizmus, ő a világ közepe, szarnevelés, korszellem. Köszönjük szépen, kiváló összefoglalás, lehetséges. Illemszabály, aha. Turai nem tudja, nem jár vendégségbe. De mi lehet az ok? Tehát, hogy rendesen fel tudjon készülni a vendéglátó, tehát aki vendégségben lesz majd annak a fogadtatására? Vagy micsoda, hogy élesíteni kell a fanfárokat, hogy belép majd az illető? Vagy micsoda? A felkészülése. Gondoltam, hogy valami ilyesmi van a háttérben, igen. Rendesen fel tudjon készülni a vendéglátó. Értem. Nagyon sarkos vagy ebben a kérdéskörben. De miért? Na várjál, miért? Miért vagyok én sarkos?
De most tényleg, miért vagyok sarkos ebben a dologban? Sőt, megmondom őszintén, én szerintem illemben tök jó dolog, hogyha sarkos az ember. Na jó, persze lehet lazázni olykor, tehát nem erről van szó. Tehát van olyan szituáció, ezt most elárulom nektek, hogy például páromat nem engedem valamikor előre. Egyszerűen azért, hogy haladjunk. Tehát mit tudom én, amikor fürdőszobából mondjuk jövök ki, és, vagy bocsánat, megyek be, és mit tudom, nő még bent van, és nekem hirtelen ki kéne hoznom, mit tudom, ki csipek onnan valamit, mondjuk egy töröl között, hogy megtöröljem a hajamat, akkor gyorsan, és gyere már, jöhetsz is. Tehát, de egyszerűen azért, mert sietünk, vagy mit tudom én, ilyesmi. Tehát, értitek? Ezzel nem értek egyet, mert ha meghívnak vendégségbe, akkor igenis tudják, hogy jönni fog a vendég, és ha van bennük annyi igényesség, akkor az előkészületet megteszi. Persze személy szerint én nem várom el, hogy rám készüljenek. Na most persze, hogy ne. Hogy? Hát micsoda illetlenség, ugye? Bizony, a pokorra kerülök, tudom. A gyehenna tüzén fogok égni. Nyilván emiatt. Na szóval, hogy oké, persze fölkészülnek rád, de hogyha ez az illemszabály, akkor én ezt innentől kezdve tartani fogom. Ezt komolyan mondom. De tényleg. Ezt én nem vágtam. Sok minden hülyeséget vágok, illetve sok illemszabályt, mert nagymamám az megtanított, ő olyan típus volt, aki ezeket így csípőből kente vágta, de rám is ragadt. Tehát például, megmondom őszintén, kényszeresen a hölgyeknek a bal oldalán akarok menni. Tehát nem érdekel, hogy mi van, nem érdekel, mi történik, ha elüt az autó, az se baj. Tehát így bármi történik, én a bal oldalán akarok menni, mert ha nem, megmegyek, de tényleg, megmegyek. Összecsavarodik a tudatom, és nem tudom. Iszonyú lesz a nyomás. Tehát muszáj, kényszeresen a bal oldalukon akarok menni. Tehát ez van. Ugye, dobozos kifli? Így van. És akkor tudod, így elindul ez a kerülgetés, hogy most akkor átmegyek oda, de ott már nincsen hely, de akkor azért csak befurakszom a bal oldalára, érted? Tehát ez ilyen. Pepe, jó reggelt kívánok, hello. Na szóval értitek, hogy mire gondolok. Ez a késés dolog vendégségben egy régi dolog, ami megmaradt. Még a régi vágású emberekben szerintem, de egyetértek Dave írásával, tudjátok, illetve ha tudják, hogy jönnek vendégek, készüljenek el időbe. Hát persze, nyilván. Érdekes ez, ha mi is tartunk családi ebédet, mindig örülünk, ha kicsit késnek, hogy tuti minden a helyén legyen, kétszer átgondolva minden. Hát persze, hogy nem. Az ember azért fölkészül, hogyha vendégül lát embereket. Nyilván úgy gondolom, hogy így van ez. De attól függetlenül meg, na, szóval értitek, hogy mire gondolok, azért hogyha van egy ilyen illemszabály, azt akkor innentől kezdve tartani fogom. Hát teljesen sima. Azt én sem szeretem, Mukopolis Saharid, megmondom őszintén. Tehát amikor megvan beszélve valami, hogy mit olyan 6 órakor, és akkor 3-4-7-kor már ott viribölnek, azt én sem szeretem. Ez tény és való. De pontos érkezésnek meg híve vagyok. Hát ez van. Hát ez egy ilyen dolog. Hogy jutottunk idáig ezzel a beszélgetéssel? Nem is tudom, de elég szépen megyünk ide-oda. Hányas lettem a tegdogám. Gratulálunk. Na, szóval, hogy azért a tanórák mostantól nem csengőkor kezdőnek, hanem 5 perccel később az illem miatt. Hát nem feltétlenül, nem. Tehát az órák azok pontba fognak kezdődni akkor, amikor kell neki. Nyilván. Figyeljetek, amúgy néztem most egy hírt, és ez is egy érdekes dolog. Most beszélgettünk ezelőtt pár perccel arról, hogy a közösségi médiákkal mennyire nem tudnak élni az emberek, illetve mennyire használják meglehetősen meglepő és furcsa, meg akár rossz dolgokra is. Most olvastam egy ilyen hírt reggel, hogy a TikTokon terjedt futótűzként egy konkrétan öngyilkosságról készült videó. Na most... Ez egy súlyosabb téma most így kora reggelre, ez úgy kb. Valószínű. Szevasz, Milán, jó reggelt! Viszont azért veszélyes a történet, mert először ártalmatlannak tűnik ez a videóanyag, és felhasználók tömegeinél jelent meg ugye a feedben automatikusan, és hát konkrétan történik, ami történik, ebben most nem menjünk bele, egy idősebb bácsiról van szó, és a TikTok pedig próbálja letiltani ezt az anyagot, illetve azokat az accountokat, akik újra és újra posztolják ezeket,
de nem tudom, tehát azért ez például kiválóan példázza azt, hogy az emberek mennyire kretének, tehát hogy egyszer nem tudom. Ott az info parancs többeteknek, hajrá, ott van minden, amire kíváncsiak vagytok, és ami említésre méltó. Szóval ezzel kapcsolatban mi a meglátásotok? Azért eléggé gáz az egész történet, hogy ilyen hülyeségeket kell megosztani meg egyáltalán, de mindegy, hagyjuk is talán, nem tudom. Valahogy, mintha az emberek nem tudnának élni ezeknek az oldalaknak adta lehetőségeivel. Tehát olyan fura egy kicsikét, hogy ki az az idióta, akinek ez megfordul a fejében, hogy valami ilyesmit feltöltsön. Egy. Kettő. Ki az, akinek megfordul a fejébe, hogy ezeket újra meg újra posztolja? Tehát azért... figyelj, nem tudom, csak szembe jött Csigusz. Tehát csak szembe jött ez a cikk. Tudod, hogy van nekem a feedli, és akkor oda minden olyan oldal RSS feedje be van tárazva, amit én úgy általában nézek, és bele ütközök, rábukkanok. Mintha direkt bosszankodni járná híreket olvasni. De figyelj, én tehetek arról, hogy olyan hírek vannak? Hát egyáltalán nem. És alapvetően 90%-ban tech jellegű online hírportálokat olvasok, érted? Tehát, és azért került oda ez is, mert ugye TikTok. Nem tudom. Lehet, hogy le fogok szokni a francba erről az egészről. Nem tudom, lehet, hogy érdemes lenne. Tehát tényleg... Ti szoktátok amúgy híreket olvasni? És hogyha igen, akkor ezt hogyan teszitek meg? Hát hogy ne lennének pozitív hírek a hírportálokon? Hogy a viharban? Hát jelentős technikai áttörések, jelennek meg új játékok, stb. Most hadd ne soroljam. Pandák születtek. Hát nyilván. Hírek bosszantása valóak? Figyelj, nem tudom, tehát ez is egy érdekes dolog, mert alapvetően tényleg én úgy vagyok bekötve, hogy én szeretném tudni azt, hogy mi történik a világban. Most ugye abban nem menjünk bele, hogy mennyire van olyan csatorna, ahol tényleg tudsz értesülni arról, hogy akár adott politikai helyzet milyen mondjuk a Távol-Keleten, vagy itt-ottam-ott. Tehát a hitelességét azt nyilván meg lehet kérdőjelezni minden egyes hírportálnak, de tényleg én szeretném tudni, tehát van bennem egy olyan készletés, hogy szeretném tudni azt, hogy mi újság van konkrétan a Föld nevű bolygón. Tehát nem akarok úgy élni, hogy van ez a kis dobozom itt, akkor én ide minden reggel bejövök, nyomok valami adást, érted, valamiről beszélgetek veletek, utána meg játszok, vagy mit tudom én, és akkor ennyi, kész. Tehát ez nem akarom magam bedobozolni, tehát legyen valami ablak a világra. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát van egy teljesen ösztönös érdeklődésem afelé, hogy tudjam már, hogy mi történik. Hogy lássam azokat a folyamatokat, hogy mi felé megyünk. Szeretnék értesülni. Ez lehet, hogy... De miért rontom el? De miért rontom el? Tényleg, Csigusz. Most őszintén. Reggelente szoktam a Google hivatalos kereső applikációjában olvasni híreket, szerencsére az algoritmus elég jól belőtte már az érdeklődési körömet. Hát simán megcsinálja. Közélettech gaming, úgyhogy sok hírt találok, ami érdekel, viszont elégedetlen vagyok az oldalakkal, amiket feldob, pedig nem is olvasom őket. Ja. Na várjál, hogy lehetsz elégedetlen, ha nem is olvasod őket? Ja, hogy a felhozatallal? Lehetséges. Nézd, Ektomatik, megmondom őszintén, nekem azért, mert olvasok olyan híreket, amik mondjuk szomorúak, vagy negatív érzéseket keltenek az olvasóban, attól én nem érzem magam kimondottan rosszabbul. Tehát most, érted? Tehát az, hogy olvastam mondjuk egy ilyen hírt, amit az előbb feldobtam, Az nem feltétlenül befolyásolja a napi hangulatomat. Egyszerűen elgondolkozok azon, hogy Jézus Máriám, hogy miért vannak ezek a dolgok, de attól függetlenül én egy boldog ember vagyok, tehát így érted? Tehát ilyenkor azért folyamatosan tudatosítja az ember azt magába, hogy oké, hogy történnek ilyen szarságok a világban, de neki azért jó.
Tehát, hogy, és ezzel hajlamos az ember megelégedni is, de attól függetlenül meg tényleg ez a helyzet, hogy van munkám, van családom, párkapcsolatom, ami jó. Tehát vannak technológiai eszközeim, amiket szeretek, érte. Tehát tehát van egy csomó jó dolog. Van egy csomó jó dolog. Rossz forrásokon keresztül próbálok nyitni a világra, azt mondja, a világot tapasztalni kell, nem a neten olvasni. Oké, Csigusz, de hogyha érdekel engem az, hogy mondjuk mi a helyzet a Távol-Keleten, vagy mi a helyzet Amerikában, akkor nem tudok én oda minden nap kiutazni, hogy megnézzem azt, hogy most akkor hogy áll Trump haja. Érted? Tehát azért, na. Hogy megy a tanítás? Felétek? Hát, Bratesz. Majd megmondom este, nem tudom. Ma lesz az első napom. Szerencsére 2 évig dolgozhattam úgy, hogy nem volt, illetve nem tudtam semmiről a világban, se hírek, se social media, semmi. Nagyon-nagyon jó volt. Na jó, de ez egy kicsikét olyan bedugom a fejem a homokba is, és nem vágom, hogy mi történik. És ez engem zavarna, megmondom őszintén. Tehát én inkább olvasok el híreket, meg nézek valamit, hogy tudjam, hogy mi van, mint hogy nem. Mert utána lenne egyfajta információéség, hogy mi történik. Tehát most eleve például, hogyha azt veszed, úgy gondolom, hogy aki streamel, annak a számára azért az, hogy tisztában legyen azzal, hogy mondjuk milyen technikai újítások jönnek, akár a streaming vagy a játékok terén, az egy fontos dolog. Na most onnantól kezdve, hogy te ezeket a hírportálokat betárazod mondjuk a Feedly-re, vagy akárhova, tök mindegy a telefonodra, onnantól kezdve te már értesülsz más egyéb dolgokról is, viszont nem fogja kiszűrni neked a rendszer, hogy az számodra egy hasznos cikk, vagy nem hasznos cikk, vagy most lehúzza a hangulatodat, vagy nem húzza le. Tehát onnantól kezdve az már a te dolgod, hogy ezt hogyan kezeled. Alapjáraton rossz híreknek, botrányoknak van hírértéke. Sajnos igen, ezt tudjuk, igen. Ami több emberhez eljutó többségében, persze a jó hírek ettől ugyanúgy ott vannak, csak kevesebben kattintják, kivétel a tárgyilagos hírek, bár ezeket többen nem olvassák el, ezt csak címből tudják, hogy miről van szó. Meg, igen. Most arra például rohadtul kíváncsi lennék, hogy mondjuk tegyük fel, hogyan működnének az emberek onnantól kezdve, hogyha teljesen a cikkhez oda nem illő szalagcímek lennének. Tehát úgy képzeljétek el a helyzetet, csak egy gondolatkísérlet, hogy teljesen másról szólnának ugye a szalagcímek, és teljesen fake hülyeségek lennének, mint amiről valójában a cikk szól, vagy megtévesztőek lennének a szalagcímek. De minden egyes cikk. Na most onnantól kezdve, tudjátok, ez szokott lenni, hogy elolvastam a szalagcímet, már tudom, hogy miről szól a cikk. Hát nem feltétlen. Hát ez például Ektomatik elég erőteljesen látható, hogy azért iszonyatosan nyitnak a bulvár felé, mert érdekes módon az embereket érdekli. Persze, hogy nem. Eladta a fürdővizét a streamer. Wow. Azonnal megnézem. Mennyire adta el? Nagyon érdekel. Ki volt az? Azt is megnézzük. Érted? Tehát persze, van egy ilyen faktora a dolognak. A szólásszabadság? Everest, én erről már szerettem volna beszélni igazából régebben. Tehát a szólásszabadságról, hogy őszinte legyek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos jog, hogyha már ez így fölvetődött, csak az a baj vele, hogy sokan azt gondolják, hogy nagy közönség előtt össze-vissza lehet mindenféle baromságot fröcsögni és beszélni, másokat félrevezetni, stb. Nem biztos, hogy a szólásszabadság feljogosít arra, hogy másokba vagy belerúgj, vagy olyan információkat osszál meg, amik félrevezetnek embereket. Tehát az, hogy valakire minősíthetetlen hangnembe fröcsöksz egy nyilvános fórumon keresztül, most tök mindegy, hogy ez egy stream, és egy streamerről beszélünk, aki mondjuk csinál egy beszélgetős műsort, ez nem jogosít fel téged arra, hogy másokba belerúgjál. Tehát
értitek, hogy mire gondolok, ugye? Mert szerintem van az az embertípus, aki ízé, hát azt mondok, amit akarok, mert szólásszabadság van. Ja persze, csak juss el addig is, basszus, hogy hány emberbe rúgsz bele. Meg juss el addig is, hogy hány embert hozol kellemetlen helyzetbe. Meg juss el addig is, hogy lehet, hogyha hülyeségeket beszélsz össze-vissza, akkor lejáratod magadat. Ha? Tehát, hogyha ezek megvannak, és ezeket számba sikerül venni, akkor onnantól kezdve igen, él a szólásszabadság, tehát mindenki szabadon formálhat véleményt igazából bármiről, csak legyen tisztában ugye a következményeivel. Mert azért rengeteg olyan dolog van, tehát olyan dolgok vannak, amiket nem biztos, hogy kellene, ugye? Tehát legyenek keretek. Tehát fixen kell, hogy legyenek keretek, és általában úgy gondolom, hogy az erkölcs kellene, hogy szabja ezeket a kereteket, vagy legalábbis a józan paraszti ész meg a belátás, és az, hogy megvizsgálunk dolgokat több szemszögből, ugye? Nem tudom, tehát azért adott társadalom ideológiájától függően a következő tartalmú dolgok kerülhetnek ugye tilalom alá, ugye, ami fölvetődik így a szólásszabadság terén, ugye. Bárhogy is nézem. Például az olyan anyagok, amelyek nem valók gyermekeknek és fiatalkorúaknak. Tehát például, hogyha tegyük fel a Kölyök Klubba, annak idején Jónás Rita elkezdett volna beszélni mondjuk szexuális tartalmú dolgokról, az nagy valószínűséggel azt nem mondhatta volna, tehát ebben a szabadságában ugye őt korlátozták volna, hogyha ugye eljátszunk ezzel a dologgal logikailag. Vagy legalábbis eljátszunk ezzel a dologgal. Egy gondolat szintjén. Vagy például a különböző etnikai, vallási, szexuális és egyéb csoportok ellen irányuló gyűlöletkeltés. Tehát az is tilalom alá esik. És teljesen más történet az, amikor otthon a családdal beszélgetsz, vagy beszélgetsz a pároddal, beszélgetsz a barátoddal a négy fal között, vagy bent a kocsmába. De megint más az, hogyha mondjuk egy tévéműsorban vagy egy stream során beszélgetsz ezekről a dolgokról. Az a helyzet, hogy a szólásszabadság az szólásszabadság. Ebben sem is gyakorlatilag minden belefér. Az a kérdés, én pont ezt mondom, hogy szerintem azért nem fér minden bele, mert nem feltétlenül kell embereket megbántani. Lehet nem egyet érteni, meg szépen becsomagolni. Tehát eleve én úgy gondolom, hogy aki értelmes ember, és mondjuk vitázol vele, és elfogadó olyan szempontból, hogy az észérvekre fogékony, és te megfelelően tudod a te gondolatodat felé közvetíteni, és nem sértő módon, akkor azt az illetőnek el kell fogadni, hogy bár véleménykülönbség van, de nem ért mondjuk veled egyet. És nem feltétlenül kell a torkodnak esni, mert azt mondtad, hogy A, amikor ő azt mondja, hogy B. Csak hát ugye nagyon könnyen össze tudják ugrasztani az embereket. Ha megfigyelitek például egy-egy ilyen műsorban, ahol embereket egymásnak eresztenek két különböző véleménnyel, akkor nagyon sokszor a beszélgetés moderátora eszközöli ki azt a helyzetet, hogy a két résztvevő fél egymásnak menjen. Most mondhatnék ilyen műsorokat, vannak az interneten is ilyen műsorok, meg vannak a tévében is, nem egy, nem kettő. És azt írta még, szervusz kérlek, hogy az a kérdés, hogy ezt az adott közösség, akit ez érdekel, az érette arra, hogy a helyén kezelje a te saját véleményedet, illetve utána menjen a dolognak. Én alapvetően szólásszabadság párti vagyok, viszont nem szeretem, hogy mindenkinek van internetje, ez egy szükséges rossz. Na hát igen. Mert ugye, hogyha azt veszed, hogy egy beszélgetés, vagy egy vita mondjuk, tegyük fel, amiben a szólásszabadság ugye érvényesül, és valaki elmondja a saját nézőpontját, a másik reagál erre, vitatkoznak, stb. Rengeteg emberhez jut el, és minél több emberhez jut el, annál nagyobb a valószínűsége, hogy azok között, az emberek között vannak hülyék. Ezt most ilyen egyszerűen fogalmazva, vannak hülyék, és ők nagy valószínűséggel lehet, hogy teljesen más következtetéseket vonnak le az adott beszélgetésből, mint azok, akik szofisztikáltabb személyiségek. És ezt is szokták mondani, hogy a tömeg intelligenciája az mindig annyi, amennyi a benne lévő legkisebb intelligenciájú egyedi.
Tehát ez egy ilyen szociológiai esettanulmány, és működőképes sajnos, és erre már láttunk példát is, hogy milyen szinten lehet az összegyűlt tömeget ugye befolyásolni, manipulálni és rávenni valamire. Mert lesznek hangadók, lesznek olyanok közöttük, akik nem látják át teljesen a helyzetet, és motiválhatók bizonyos cselekedetekre. Tehát meg ott van a tömegpszichózis is. Egy az egybe. A műsornak ez a témája célja, hogy kihozza a véleménykülönbséget. Emiatt nem lehet hibáztatni a műsorvezetőt. Ez így igaz. Amiatt lehet hibáztatni a műsorvezetőt, amikor szándékosan kelti a feszültséget. És azt szeretné, hogy a vita az olyan szintre érjen el, ami már meglehetősen negatív mind a két fél számára. Az értelmesebbnek azért, mert egy olyan beszélgetésben részt venni, ránézve dehonestáló, másrészt meg a hülyébnek azért, mert eleve részt vesz egy olyan helyzetbe, ami senkinek nem jó. És az, hogy emberek például nyilvánosan anyázzák egymást, és olyan szintre ér egy vita, az semmi másról nem tesz tanúbizonyságot, mint hogy az emberek nem tudják helyén kezelni a dolgokat. Hát eleve itt is egy mondjuk Twitch-en különböző streamerek között egy összekülönbözés, ha belegondoltok. Egy összekülönbözés az milyen módon rendeződhet? A lehető legjobb eset az például, hogyha nincsenek is mondjuk egy városban, hogy megígyanak érted közösen valamit, és rendezzék a konfliktusokat, hogy szépen fölhívja az egyik a másik a Discord, és azt mondja, hogy de figyelj, történt ez a szituáció, szeretném rendbe rakni, beszéljük ezt meg. És akkor ketten megbeszélik, mint ahelyett, hogy mondjuk csinál valaki mondjuk egy talkshow-t arról, hogy a Józsi ez milyen hülye volt. És akkor miért ezt mondtam el, hogy a büdös paraszt, én nem ezt gondolom. És akkor elmondja a nézőinek, és akkor hergeli őket. Tehát értitek, hogy mire gondolok. A szólásszabadság mellett nem mehetünk el az etikus szó mellett sem, tehát kimondani a saját gondolatokat etikusan, logikusan megfelelő álláspontok mellett, ezzel semmi gond nem lenne. Ezzel határozottan egyetétek. Itt szerintem a fő probléma a bután, bunkon, tiszteletlenül fogalmazás, etikai szabályok semmi bevétele. Persze, mert vannak olyan emberek, akik nem tanultak meg úgymond vitázni, és az eszköztáruk iszonyatosan sekélyes. És bizonyos esetekben semmi más eszközük nincsen már, csak a másiknak a lejáratása, illetve olyan szóhasználat, ami nem igazán fér bele, amiről már érezzük, hogy nem igazán fér bele, bárhogy is nézem. Szeva tanár, így látom én is, sok ember... Ha már olvas pár információt egy dologra, akkor azt gondolja, hogy szakértő és más véleményét teljesen sajátjának beállítva próbál érvelni, így amikor egy beszélgetés vita olyan szintre ér, ami nem volt leírva, nem olvasott, akkor jön az anyázás, és abból van a veszekedés. Van ilyen szituáció is, nem egy, nem kettő, ebben egészen biztos vagyok. Na igen, pontosan erre akartam rávilágítani, hogy a szólásszabadság az valójában egyéni felelősséggel is jár. Tehát ugye felelős vagy azért, tehát felelős vagy egyrészt magadért, hogy mit gondolnak rólad. Valakit nem érdekel, hogy mit gondolnak róla, ezt is elfogadom, teljesen rendben van, bár nagyon-nagyon ritka szerintem az a helyzet, hogy valakit nem érdekel, hogy mit gondolnak róla. De igenis felelősséged van abban, hogy kit sértesz meg, kit hozol ilyen-olyan helyzetbe, negatív helyzetbe akár, meg eleve, hogyha mondjuk tegyük fel, ez egy tévéműsor, vagy egy stream, vagy egy akármi, tehát felelősséggel tartozó azért is, hogy mit fognak gondolni azok, akik ezt nézik, és milyen következtetéseket vonnak le. Tehát mit fognak csinálni utána adott esetben. Ha mondjuk odafut ki egy vita, hogy problémás. Mert ugye láttunk már ilyet is. Végén visszajön az időszak, amikor mindenki feljelenti a szomszédját azért, mert kimondta a véleményét, ami másokra negatív. Hát azért én remélem, hogy nem, meg azért nem ennyire sarkos a történet. Talán még.
Na, mi esik még tilalom alá? Egy kicsikét boncolgassuk ezt is. Tehát ugye beszélgettünk arról, hogy olyan dolgok, amik nem valók gyermekeknek bizonyos platformokon, oké, különféle etnikai, vallási, szexuális és egyéb csoportok ellen irányuló gyűlöletkeltés, uszítás. Tehát ez is egy olyan dolog, ami ebbe a kérdéskörbe tartozik. Vagy akár az aktuális politikai berendezkedés verziójának ellentmondó leírások a történelem eseményeiről. Ez is beletartozik amúgy ebbe a dologba. Tehát nem lehet például bizonyos eseményeket ugye a történelem során mondjuk megtagadni. Tehát értitek, szerintem nagyon jól tudjátok, hogy mire gondolok. Vagy például, ami még érdekes, és amikor utána jártam ennek a témának, akkor tökre érdekes volt, és nem véletlenül nem találunk sok ilyesmit az interneten. Például használati útmutatók zárak feltöréséhez, fegyverek gyártásához, üzenetek titkosításához, stb. Tehát azért ez is a szólásszabadság tulajdonképpen hát tilalmai alá tartoznak, és ha megnézitek, akkor erről már volt is szó, ha jól tudom, amikor a Deep Webről, illetve a Dark Webről beszélgettünk, hogy rengeteg ilyen útmutató található nagyon sok mindenhez, és nem véletlenül nem működik az a történet, hogy beírod a Google-be, hogy itt van az árnak a típusa, az hogyan kell feltörni. Tehát nem véletlenül. Bárhogy is nézem. És persze nyilván, hogyha mondjuk adott esetben egy ilyen vita eszkalálódik, mondjuk egy beszélgetés során, és mondjuk szóba kerül a szólásszabadság is, vagy legalábbis szóba kerülhet, mert hát nyilván ugye hozzátartozik, akkor azért például belegondoltok-e abba, hogy mondjuk milyen könnyű megvalósítani egy becsületsértést mondjuk? Mennyire könnyű? Tehát pár szó az egész. Pár szó az egész, és már a ténye ugye hát létrejött a dolognak. Tehát nem tudom. Vagy például az is egy érdekes helyzet, hogy vegyünk alapul egy Twitch csetelőt, ugye? Hát itt mindenki nick neveket használ. És nyilván mindenkinek van egy rendes polgári neve, és itt ugye a platformon nem feltétlenül kell, hogy vállalja azt, hogy ő valójában kicsoda. Mert nem kötelező. Tehát van a doxing, mint jelenség, ami arról szól, hogy a streamer például, ha látja is az illető hivatalos adatait, mondjuk egy donációnál, vagy akárminél, akkor azt nem teheti közzé. Nem teheti közzé, mert egyszerűen a nézőt ez védi, hogy az ő személyes adatai ugye ne kerüljenek ki. Abszolút. Abszolút. Viszont, ha megfordítjuk ezt a kérdést, hogy valójában meddig mehet el a néző? Meddig mehet el a néző, és meddig húzódik az egészséges határvonal, ami után már egy kicsikét bajos az, hogy mit ír be akár? Mondjuk erre tudtok példát mondani, hogy mi az a dolog, amit a néző sem követhet el? Mert úgy gondolom, hogy a streamernek nyilván nagyobb felelőssége van, mert ő készíti a műsort, ő hozza létre a tartalmat, ez teljesen rendben van. De attól függetlenül a nézőnek is van felelőssége, ebbe egészen biztos vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy például halálosan megfenyegetni valakit, azt nem lehet. Egyszer nem lehet, mert tehát az már egy olyan határvonalon megy túl, ami iszonyat durva. Tehát nem. És persze, nyilván vannak hülyék, és nem egy, nem kettő. De most értitek, tehát azért eddig már csak nem kéne eljutni a senkinek például. Tehát, hogy valakit mondjuk csak azért, mert mondjuk streamel, és azt látja, hogy mondjuk népszerűek a streamjei. Vagy akár. Tehát ezért nem feltétlenül kell valakit, mert mondjuk valakibe irigység van. Vagy mondjuk egyszerűen nem szimpatikus a streamer. Vagy mert, mit tudom én, akármilyen hülye okból kifolyólag. Szerintem az erős és sértő kritika szidalmazás már nem férhet bele. Aha, abszolút. Tehát, hogyha belegondolok, és így ezt a kérdést boncolgatom magamba, akkor valójában annyit tudok mondani, hogy tulajdonképpen
semmi más nem fér bele, mint ami amúgy szemtől szemben, vagy akár a hétköznapi élet során ne férne bele. Tehát valójában nincsen különbség, az egy másik dolog, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy mivel ugye van egy nick nevük, és nem lehet kiadni a személyes adataikat, ezért bármit szabad. Tehát eleve valójában, hogyha belegondoltok, akkor moderátorokra sem lenne szükség, csak és kizárólag abból a célból, hogy mondjuk, mit tudom én, hogyha rengeteg olyan kérdés érkezik, hogy te tényleg tanár vagy, akkor legalább tudjanak a szerencsétlen streamernek segíteni abban, hogy becuppantanak egy linket, hogy ott az infóparancs, nézd már meg, mielőtt kérdezel olyan dolgokat, amit előtted 820 ezeren föltettek, például. Na igen, ez rendben van, és ezt nagyon sokan mondják purgatórigör, hogy akkor nem kell nézni. Ez rendben van, ezt én értem, de ez eddig nem mindenki jut el. Nem mindenki. Persze nyilván turai, tehát ez teljesen fix. Hát persze, hogy ne. Megtézi, jó reggelt, szevasz. Én azt gondolom, hogy nagyobb felelősség bárki részről, mindenkire ugyanazok az irányelvek vonatkoznak, emberi léptékekkel kéne ezt nézni, nem streamer csetelő szempontból. Persze, hogy ne. Én is ezt mondtam az előbb, hogy valójában ugyanaz a helyzet, mint amikor társaságba mész. Ugyanaz a helyzet, mint amikor hivatalos környezetbe vagy. És persze nem úgy értem, hogy ugyanaz, amikor hivatalos környezetben, hogy azért nem úgy beszélünk itt, tehát nyilvánvaló, de ugyanazok azok az emberi dolgok kellenének, hogy legyenek, hogy nem feltétlenül rugunk bele a másikba, nem feltétlenül kívánjuk a halálát, ugye, mert hát ilyenre is volt precedens. Na most gondoljatok bele például egy ilyen helyzetbe, hogy tegyük fel valaki az egyik streamert mondjuk halálosan megfenyegeti. Mennyire lehet ezt például komolyan venni? Tehát, hogyha mondjuk valamelyik streamer mondjuk ilyen helyzetbe kerül, hogy gyakori jelleggel kap mondjuk az egyik nézőjétől bármiféle olyan irományt, akár Discordon, akár a cseten keresztül, hogy az illetőt halálosan mondjuk megfenyegeti. Tehát, hogy el tudja egyáltalán az dönteni, hogy mennyire komoly ez a történet? Hogy most adjon erre a dologra, vagy ne adjon rá, vagy Értitek? Tehát azért ez egy veszélyes terep, akárhogy is nézem, mert ugye bolond emberek vannak. Bolond emberek vannak, és lesznek is. Tehát a világ ilyen szempontból nem fog változni. Na igen, és ugye valójában a halálos fenyegetés az büntetőjogi kategória. Szerbusz, kérlek, írja. És ebbe abszolút igaza van. Tehát innentől kezdve egy ilyen esetben eljárást lehet indítani. Bizony. Sosem értettem azokat, akik mások szidalmazásával töltik el Twitch-en a szabadidejüket, valószínűleg sosem fogom megérteni őket. Miért nem néz mindenki olyat, amit érdekesnek? Talán normál esetben moderátorokra sem lenne szükség, sajnos mindig van olyan, aki erre rácáfol. Én azt nem mondom, hogy egyáltalán nem lenne szükség a moderátorokra, mert azon kívül, akik itt baromságokat kezdenek el írogatni, és sértő mondjuk a megnyilvánulásuk, valakire néz, azokat kiszűrik, vagy szándékosan megzavarják a játékmenetet, vagy sorolhatnám még, hogy azokat kiszűrik, azon felül egy csomó minden más dolgot csinálnak. Szavazást készítenek, klippeket csinálnak, buffolják ugye a nézőket, hogyha éppen arra van szükség. Tehát a moderátoroknak azért elég sokrétű ugye a feladatuk, de persze, nyilván, tehát hogyha csak és kizárólag erre lenne szükség, hogy ezeket a fenyegetéseket ugye kiszűrik, akkor persze, akkor lehetne mondani ezt, hogy nincsen rájuk szükség, de azért ennél bőven több szerintem az, amit egy moderátor csinál. Igen, és akár több évre börtönbe kerülhet az illető. Igen, abszolút. Szerintem a moderátoroknak a közösségépítésben is van szerepe, segítenek a kommentelőknek, ha nem találnak valami infót, stb. Igen. Határozottan. Tehát a közösségépítő tevékenység a moderátornak az egy iszonyatosan fontos dolog, és hogyha ebbe
Ebbe könnyű bele se gondolni amúgy, de határozottan lehet látni ezt a dolgot, hogy igenis hozzátesznek, úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönöm. Szóval, na most a menetrenddel kapcsolatban nem tudom, ugyanis szerdára fogadóra van beírva, tehát nem tudom, hogy miért kérdezitek, hogy milyen játék lesz. Most egyelőre még beszélgetünk, aztán utána délben nekem el kell mennem dolgozni, tehát az egy ilyen dolog, és 6 órakor lesz majd játék, méghozzá Zeroval fogunk wormsozni, és egymás kukacára vadászni, úgyhogy ez a program, meg ez a terv. Na, de visszatérve a szólásszabadságra, mint jelenség, azért pont egy olyan dolog, aminél tulajdonképpen ilyen etikai és morális határok vannak meghúzva, és nagyon-nagyon könnyű lehet szerintem rengeteg embernek ezeken a határokon átgázolni, mert eleve a mindennapjai során nem tartja ezeket a határokat. Tehát értitek, hogy mire gondolok. Az egyik YouTube-os srác is feljelentést tett ilyenek ellen, akik megfenyegették, és ebből tartalmat is készített, hogy lássák, hogy nem veszi félváról. De most megmondom őszintén, ez is egy olyan dolog, ami azért érdekes, mert valójában a streamelés is, meg a tartalomkészítés is a szó ilyen értelmében, hogy streamek, videók, stb., amik jó ideje mennek már, azért... Ez szerintem a társadalomban még nem ment végbe, hogy basszus, itt is ugyanazok a törvények ám. Tehát itt is ugyanazok a törvények vonatkoznak mindenkire. Tehát azért álljon meg a nászmenet. Tehát nem lehet az, hogy bemegyek a Józsinak a streamjére, és azt mondom neki, hogy ide figyelj, főgyújtalak a genybe, érted? Vagy valami hasonló dolgok. Tehát így nem tudom. Eleve szerintem normális ember nem is jut el idáig. Tehát ez úgy kb. Valószínű. Mert most megmondom őszintén, ilyenkor próbálom mindig azt megkeresni, amikor valami hasonló történik, mondjuk hála az égnek itt nem nagyon szokott ilyesmi lenni, tehát engem nem fenyegettek még meg halálosan, hála az égnek, meg nem is értem, hogy miért kellene, tehát kinek ártok. Alapvetően én amúgy is kerülöm ezeket az összezörrenéseket más streamerekkel, sőt, eleve a megfigyelitek, nem nagyon játszok olyanokkal, akik streamelnek, és nem véletlenül, mert nem akarok félreértést, nem akarok problémát. Eleve egy felfokozott állapotban, amikor az ember mondjuk streamel, azért mit tudom én, mond olyan dolgokat, amiről azt gondolja, hogy később, hogy lehet, hogy ez jobb lett volna máshogy megfogalmazni, és nem kettő ilyen van. Egyszerűen felfokozott állapotban van, tudja, hogy nézik, most mondjuk 360-an, vagy mit tudom én hányan, és tudja azt, hogy nem mindegy, hogy mit mond. Nem mindegy, hogy mit mond, és ebből származik azért valamiféle fajta izgalom, felfokozott állapot. Meg szeretne szórakoztató lenni, szeretne érdekes lenni. Vagy legalábbis nem tudom, bennem ez a késztetés, ez megvan, mert nyilván azt gondolom, hogy erről szól az egész történet. Mert csinálhatnám én is azt, hogy ülök, böngészem a videókat, és akkor együtt röhögünk rajta. Hát választhatnánk ugye a könnyű utat is eljött, én hülye mit csinálok, minden reggel keresem a témát, hogy mi a bánatról beszéljünk. De azt gondolom, hogy ez még mindig egy jobb út, mint hogyha csináljuk az értéktelen szennyet. Na, de mindegy, igazából lényegtelen is a történet. Viszont igen, egyszerűen meg kell, hogy érjen arra az embereknek a jelentős része, hogy igen, attól még, hogy egy Twitch chatről beszélünk, vagy egy YouTube chatről, egy YouTube élő közvetítés során, attól még ezek a szabályok igenis vannak. Hát most ez van. És nagyon könnyen lehet mondjuk becsületsértést elkövetni, vagy nagyon könnyen lehet kimeríteni a halálos fenyegetés kategóriáját, mert valójában 3 másodperc még az illető beírja azt, amit szeretne. Na igen, ez egy érdekes dolog, amit Ektomatik ír, és megmondom őszintén, nem lenne rossz. Tehát például eljátszok a gondolattal mondjuk, tegyük fel, érdekes lenne a szituáció, ez egészen biztos, de például gondoljatok bele egy olyan helyzetbe, hogy bevezetik ugyanezt mondjuk nálunk is, mint amit ugye Dél-Koreában, valós névvel regisztrálás, személyigazolvánnyal, stb. Mit tudom én, és tegyük fel,
ugye ha megnézitek, jelentős mennyiségű streamernek, itt mondjuk Magyarországon is, a Twitch-en be van pipálva az, hogy csak és kizárólag 18 éven felülieknek szóló tartalom. Nálam is be van pipálva, nem sokszor beszélgetünk olyan dolgokról, ami úgymond felnőtt téma, de azért érezhetően nem egyszer, nem kétszer előfordul. Akár fogadó óra során is. Leginkább. Na most, ha belegondoltok abba, hogy mondjuk egy ilyen rendszernek köszönhetően mondjuk tegyük fel, a nézők jelentős része mondjuk így hirtelen, most akár, ebből a 340-ből, vagy mennyiből, így hirtelen így pak így eltűnne, akik nincsenek mondjuk 18 évesek, az meglehetősen érdekesen hatna rengeteg csatornára, hogyha mondjuk így történne. Szevasz Télor, szevasz Peti, jó reggelt az armásoknak, szevasztok. Meg a viszkerásoknak, bocsánat, a viszkerásoknak. Szóval értitek, hogy mire gondolok. Tehát azért onnantól kezdve, hogy mondjuk lenne egy ilyen korlát, és nem is tudná csatlakozni, nem is tudna mondjuk csatlakozni a 12 éves mondjuk adott esetben egy olyan streamhez, ami 18 éven felülieknek szóló tartalom, akkor azért szerintem lenne nem kicsi borulás adott esetben itt a nézőszámokat illetően például. Hápogi ügynök, szevasz, jó reggelt! Van egy női streamer ismerősöm, akit egy 17 éves fiú zaklat, mindig új profilt csinál, és nem viselkedik túl szépen, ezzel lehet valamit csinálni. Folyamatos bannolás. Folyamatos bannolás. Ennyi. Más nem tudsz csinálni. Bár mondjuk elvileg azt már bevezették, hogy IP-ban van. De jó, Candy, azt mondod, hogy ignore. Oké, rendben van. De amikor a 826. accountot csinálja, most tök mindegy VPN-en keresztül, vagy mit tudom én, akármi, akkor egy idő után olyan szinten idegesítővé válik, hogy szétzilálja az adást, meg beleböfög a témába a hülyeségeket, meg mit tudom én, hogy ez zavaró lehet, és nem csak a streamer számára, a néző számára is, tehát a nézőnek az is egy fontos dolog, hogy milyen a chat. Tehát ezt szerintem érdemes szem előtt tartani, és ebbe amúgy a moderátorok nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni, hogy van egyfajta chat élmény, amit megszoknak azok, akik mondjuk oda mennek, mit tudom, akár a következő adásra is. Van egyfajta chat élmény, és szeretnék azt a továbbiakban is. Tehát például nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk Ógabinak, Télornak, Candynek, Purgatory Girlnek, és sorolhatnám még a neveket, mert nem egy, nem kettő van, akik nagyon régóta itt vannak. Mondjuk tényleg, akik már ilyen, mit tudom, 30 hónapos feliratkozók. Vagy mit tudom én, tényleg, akik tényleg nagyon régóta itt vannak. Hogy azért merre felé görbülne a szája, hogyha elindulna a cseten, tehát már mit, bocsánat, így tudtam szemléltetni. Tehát ez a, vagy ott van Kaktusz Márk, igen, ezt sorolhatnánk mégis, és nem mondjuk végig az osztály névsort. De azért megnézném, érted, az arcotokat, hogyha mondjuk elkezdenék, tegyük fel, valami olyan játékkal játszani, ami köztudottan vonzza azokat az embereket, akik hát na, hát ilyen eukarióta üzemmódban léteznek, ilyen egysejtűként, és na, értitek. Tehát azért tegyük fel, mondjuk eljátszok a gondolattal, hogy mondjuk két csatorna, tegyük fel, streamert cserél. Tehát ezt úgy értsétek, hogy mit tudom én, valaki egy másik, tehát mondjuk a streamerek csatorna kódot cserélnek, ugye ezt lehet, hogy nem tudjátok, de úgy működik a dolog, hogy minden streamernek van egy csatorna kulcsa, amit ugye megad az OBS-be, és akkor onnantól kezdve az ő csatornáján indítja el az adást, hogyha rányom arra, hogy Star Streaming ugye az OBS-en keresztül. És mondjuk csatorna kódot cserél két streamer, és onnantól kezdve egymás csatornáján nyomják ugye az adást. Na most természetesen Csigusz, hát tegnap is volt, nem? Na, szóval, hogy értitek, hogy mire gondolok.
Tehát, hogy teljesen más lenne a történet, mert alapjába véve, ha belegondoltok, akkor azokat az embereket fogja összeszedni a streamer, és azok az emberek tapadnak meg nála, akik valamilyen módon tudnak azzal a tartalommal, vagy azok a beszélgetésekkel, vagy azzal a stílussal azonosulni, amit a streamertől látnak, ugye? Tehát ez úgy gondolom, hogy egy alapvetés, vagy ha esetleg valakinek most lett volna megvilágosítva elméjének ege, akkor hát hurrá. De valószínűleg ezt nyilván mindenki tudja, meg ez egyértelmű. De most ne szabaduljatok már el a rohadt Fortnite-tal kapcsolatban, légy szíves, jó? Tehát ne. Szerintem érdekes téma lenne beszélgetni, és majd gyerekem, mi? Everest, figyelj, van egy tématopik a Discordon, ezt pattints be oda, légy szíves, jó? Ha témát szeretnétek ajánlani, akkor azt ott nyugodtan megtehetitek, és köszönöm szépen nagyon azoknak a dicső nebulóknak, akik írnak témákat, úgyhogy tényleg hatalmas nagy puszi pacsi mindenkinek, tényleg nagyon sokat tesztek hozzá a dologhoz, köszönöm szépen. Szóval azt gondolom, hogy rohadt érdekes lenne egy ilyen kísérlet, hogy mi sül ki mondjuk egy ilyenből. Ki se írta a szubodat? Hát micsoda, úristen, lázadás, kasza, egyenesítés és különböző ütő, vágó és szúrószer számokat tessék bekészíteni. Nem tudom, miért alogsz, lehet, hogy valami bug lehet, de volt már olyan, hogy valaki felszubolt, és utána negyed órára jött meg az értesítés. Tehát ilyennel is találkoztunk már. Minden esetre alogsz, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen, és buktázzunk meg téged, de villámgyorsan. Na, szóval visszatérve erre a dologra, igen, a chat élmény, az szerintem rohadtul fontos. És nagyon jól lehetett látni azt, hogy miért nem érdemes nyomni a kezdeti időszakban a Valorantot. Tehát igen, például. Aztán én nagyon gyorsan le is tettem erről, annak ellenére, hogy mivel újdonság volt, meg érdekelt, hogy milyen, meg szerettem cségózni, azért el voltam vele egy darabig. De aztán utána tényleg engem is elkezdett ez zavarni. Egyébként korábban erről már volt szó, hogy mit nézem. Aha, igen, voltam úgy, igen. Igen, 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 igen. Á, Pogi ügynök, köszönöm szépen nagyon a Refrinek és a Bantikának ajándékozott szubot. Nagyon szépen köszönöm. Hát kúszik fölfele, nézd meg a Subgifter leaderboardon. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. És Purengi, vagy jól látom? Purengi, ha jól mondtam. Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlünk téged nagy szeretettel, és üdvözöljük az újonnan érkező eminens tanulókat. Szevasztok, srácok! Ez itt már az Almás Hűzítői Torta Hegesztő Fakultáció, és nagyon szépen köszönöm még egyszer. Szóval nem hiszem, hogy kell még lassú mód, amikor 700-an néztétek a nem tudom micsodát, akkor se kellett nagyon lassú mód, de most ez lényegtelen is. Tehát én azt gondolom, hogy a chat az nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy nézze valaki valamit. Tehát, hogy van-e érdeklődése, és hogy mennyire tud mondjuk idézőjelbe véve bandázni az ott lévőkkel. Fontos. Egyszerűen fontos, és ez van. Na, de most már volt szó szólásszabadságról, meg kb. Mindenről is. Megvadultak a szubálók. Igen, igen, szétszubálják a streamet. Teljesen szétszubálják. Igen, Pure Energy akar lenni, és tényleg, és jogos. Dave, köszönöm szépen nagyon neked is. Hát üdvözlünk téged is az eminens tanulók dicső táborába. Köszönöm szépen, hát szétszubáltok. Szét vagyok teljesen szubálva. Én általában nem szoktam streamereknél a chatbe beírni, csak köszönök, és max. Egy mondat és egy elköszönéssel zárom, de csak ma reggel többet írtam ide, mint az egész évben. Nézd, Dave, én ennek örülök, megmondom őszintén. Az is egy érdekes dolog, hogy mennyire sikerül embereket kimozdítani a lörkölésből. Tehát, srácok, most volt például a horgászós stream, az Ultimate Fishing Simulator, amit a mai napig nagyon élvezek, és lesz belőle még, ne aggódjatok. Tegnap is már tüntettetek, hogy a Eurotruck Simulator közben, hogy legyen már egy kis Ultimate Fishing Simulator is, vagy hogy legalább kamionról horgászunk, vagy valami. Alox, na most érkezett meg. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen a második hónapot, uram. Köszi. Hát őrületes buktázások és minden. Szóval visszatérve a lörkölésre, pont ennél az Ultimate Fishing Simulatornál volt az, hogy az ember szembesül azzal, hogy valójában hányan nem írnak be a chatre, de mégis ott vannak. Tehát amikor kértelek benneteket, hogy tippeljetek arra, hogy hány grammos lesz a következő hal, amit megfogunk, akkor hirtelen olyan nézők kezdtek el feljönni, akiket amúgy látok itt a nézőlistában, mert az itt van mellettem, én általában látom, hogy kik nézik az adást, viszont még az életben nem írt be az illető. Én azt bírom, hogyha nem kell backseat-elni, akkor mindenki írja, hogy merre kell menni, mit kell csinálni, hogyha meg halványlag gőzöm nincs, hogy merre tovább, senki sem segít, még ha könyörgöm se. Hát na igen, ez a jelenség, ez itt is megtalálható, Candy, úgyhogy nem csak te küzdesz ezzel a dologgal, úgyhogy igen. De általában, hogyha már tényleg látják rajtam azt, hogy mindjárt megmegyek, akkor általában elő szoktak szedni egy walkthrough videót, és akkor valami van. Ha más nem, akkor egy 5-10 percen belül megszűjjük, de hát addig azt az 5-10 percet át kell hidalni. Igen. Furixfun, hát most figyelj, lehet érdekesnek tartja, de éppen nem tud mit mondani. Én is ilyen vagyok, itt vagyok. Figyelj, nézd, biztos vagyok benne, hogy azért vannak olyan okok is, hogy valaki mondjuk tegyük fel egy másik monitorra, rácsapja a streamen, aztán hello, közben meg csinál valamit, home office-ba van, vagy játszik, vagy mit, akármi, ez teljesen rendben van. És nincsen ezzel semmi gond. Nyilván a streamernek én úgy gondolom, hogy azzal is segítetek, hogyha írtok, mert vannak olyan játékok, amiről hát adott esetben, adott időszakban a játékban nincsen nagyon miről beszélni. És hogyha mondjuk akár egy témafeldobás, vagy akár belöktök valami orbitális poént, az tökre fel tudja dobni az adást. Tehát nagyon sok esetben amúgy streamer nem mindig, meg azért úgy gondolom, hogy lehet azért befolyásolni azt, hogy merre menjen az adás, tehát aki készíti, viszont nagyon sok esetben hatással vagytok arra, hogy mi történik ugye az UTP kábel másik oldalán, ugye. Hát vagy az irodában dolgozik, igen, akár ezt is lehetett volna mondani, vagy bárhol van, tök mindegy. Igen, a legrosszabb az tényleg az, és ez Candy nagyon jól írja, amikor ott van, mit tudom én, 300-400 ember, és olyan szinten belassul a chat, hogy megőrül az ember. Mert olyankor az illető azt érzi, hogy veszti el a nézőket, mert nincsen közösségi interakció, nincsen semmi, ami közösségi élményt jelentene adott esetben egy stream során, és akkor tolul a pánik. Tehát itt nálam általában ez így van, hogyha ilyen helyzetbe kerülök. És akkor persze nyilván azon múlik a dolog, hogy az ember mennyire leleményes, mennyire tudja valamivel fölkorbácsolni a szenvedét, és mennyire tudja megfogni ugye a csetelőket, vagy mennyire tud elindítani mondjuk egy témát. Tehát persze nyilván. De az egészen fix, hogyha például tegyük fel, van egy olyan stream, aminél belassul a chat, és mondjuk mindenki partner lenne abban, hogy most írjon be egy egyest, akkor így pörögne. Ez biztos. Tehát így... Hogy az ami a baj, hogyha fixen ott van 500 ember, és csak figyel az, ami a gond. Nézd, nem mondom, hogy azzal gond van. Tehát egyáltalán nem. Egyáltalán nem, csak mégiscsak furcsa az a történet, hogyha mondjuk 500, és ezt nehezen is tudom elképzelni, hogy 500 embernél például ne pörögjön a chat. Tehát azt nehezen tudom elképzelni, hát ha csak nem botol az illető, ugye bár, hát erre is láttunk ugye példát, meg hát a mai napig. Na de talán ezt inkább hagyjuk. Ékszob, jó reggelt kívánok, szervusz! Eleged van, purgatóriga? Keményen oda kell lépni. De mondjuk ez amúgy a tartalomtól függ, mert ha például játék van, mindenki hallgat, ha beszélgetés van, mert mindenkinek hirtelen egyszerre támad közlendője. Igen. És ez például megfigyelhető akkor is, amikor az ember mondjuk just chattingettől, vagy fogadórát, tök mindegy, hogyan hívjuk, hogy persze nyilván ott azért sokkal több lehetősége van úgy gondolom a nézőnek bekapcsolódni a beszélgetésbe, mint amikor nagyon specifikus úgymond a téma.
Tehát mondjuk egy játék pörög, amiről úgy kvázi szó van. Mert azok a játékok is, amik mondjuk nagy dilemmákat feszegetnek, és el lehet róla gondolkozni, azokat én például nagyon-nagyon szeretem. Tehát például ott volt a Dark Side of the Moon-t akarok mondani a Pink Floyd együttes miatt, de Deliver Us the Moon nevezetű játék, ami tudjátok, hogy egy személyes kedvencem, az egyik nagy kedvencem, mert tényleg nagyon szépen játszik az ember érzelmeivel a játék, és tényleg azért feszeget mindenféle morális dilemmákat. Azt iszonyatosan szerettem streamelni, mert egyrészt jó volt a játék, másrészt meg baromira tetszettek azok a beszélgetések, vagy akár a Detroitnál. A Detroit Become Human-nél. Tehát azok a beszélgetések, amik a játék által felvetett dologról szólnak, ugye, vagy arról a kérdéskörről. Azokat streamelni iszonyatosan jó volt. És persze van egy rakat olyan játék, ami meg ilyen szempontból kevésbé jól megfogható. És azokat nehezebb streamelni, vagy nehezebb interakciót kiváltani a nézőből. Magi Huszár, köszönöm szépen nagyon. Nagyon szépen köszönöm a szubot. Hát újabb eminens tanuló. Hát srácok, ma jönnek az új eminens tanulók. Nem tudom, hogy mi történt, de lehet, hogy ide találtak, vagy a fene tudja, hogy mi történt. Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen. Szóval értitek, hogy mire gondolok. Nem egyszerű. Nem egyszerű a történet. Ócsó a szub. Lehetséges. De hát eddig is az volt. Na, szóval, na mindegy. A helyzet az, hogy igen, én szerintem a cseten rohadt sok minden múlik. És az is tök jó dolog, amikor a moderátorok például partnerek abban, hogy ha azt látják, hogy kezd belassulni a cset, akkor kicsikét fölrázzák valamivel őket. Na most nyilván kérdés az, hogy mennyire van affinitása ugye ehhez a dologhoz egy moderátornak, mennyire közösségi ember, mennyire tudja a nézőket úgymond vinni. És alapvetően tényleg ez a streamer feladata, de van olyan szituáció, hogy irdatlanul kell koncentrálni a játékra, és mondjuk akkor jön a képbe a moderátor. Zárkózottak vagyok. Hát én nem gondolom, hogy mindannyiótok olyan zárkózott lenne, megmondom őszintén. Az még a kellemesebb, ha viewbotokat kap, egyszer kaptam egy bottámadást, és a következőkkel támadtak először azt sem. Na most megmondom őszintén, ha velem ilyesmi történne, Dave, én lelőném az adást, ez egészen biztos. Lelőném az adást. Tehát, hogyha látható volna az, hogy, és nekem nem véletlenül van megnyitva a nézőlista. Tehát egyrészt leginkább ezért, hogyha látom, hogy sok olyan jelenik meg hirtelen, aki nem odavaló, akkor tuti fix, hogy lépek, és azt mondom, hogy jó, srácok, ezt most itt lelőjük, és azonnali jelleggel fölveszem a supporttal a kapcsolatot. Mert semmi esetre se szeretnénk mondjuk olyan helyzetbe keveredni, ami miatt megkérdőjelezhető az úgymond tiszta hozzáállásom a dologhoz. Nem ér annyit. Tehát nem ér annyit, hogy azt lássam, hogy mit tudom, 1500 ember ott van, vagy mit tudom én hány ember, hogy utána megüssem a bokámat, mert mit tudom én. Hát megmondom őszintén, korat sajnálhatod, vagy valami megoldást keresem, egy iszonyatosan jó játék. Iszonyatosan jó játék, és csak jön ki hozzá valami patch, vagy nem tudom. Furának találom, hogy vannak olyan srácok, akik nagyon sok helyre feliratkoznak, és egyik streamről a másikra mennek, egész nap streamet néznek, mert ők zárkózottak. Nem feltétlenül. Tehát ez a kettő, ez nem következik egymásból. Na most ugye volt már olyan barészem, azt tudjátok. Kengu, köszönöm szépen a 20. hónapot, nagyon szépen köszi. Hát jubilál. Úristen, hát egy igazi szubátor, egy szubharcos. Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen. Szóval volt már olyan barészem, hogy jöttek ezek a follow botok. Tudjátok, a követő botok. Tehát az megint egy érdekes dolog, mert megmondom őszintén, nem tudom, hogy annak mi értelme van. Tehát, hogy az egy, kinek jó, mert hogy engem nem lehet vele megviccelni, mert a követési értesítést egy gombnyomással kinyomom, és akkor onnantól kezdve nem is látszik, meg semmi nem történik. Egyszerűen történik valami, aminek semmi értelme nincsen. De hogy ezt is például valaki miért eszközölte, tehát így nem nagyon értem. Hát, hogyha subbot lett volna, érted, hogy egyszer csak, mit tudom én, 2-3 ezer ember így feliratkozik a maga, mit tudom én, 4,99 dollár, azt mondjuk megértem, az nem rossz, az lehet, az jöhet.
az oké. De follow botoknak mi értelme van most őszintén? Tehát így nem nagyon értem. A nézőbotok, amiket ugye használnak jó páran sajnos, az meg megint egy ilyen átverés tulajdonképpen. Tehát így őszintén szólva, ami egy tök érdekes dolog, és nagyon szépen lehet ezt nyomon követni, hogyha valaki mondjuk botol, akkor meg lehet nézni a nézőlistát. Ez az egyik. Tehát ez nyilván ugye az... Ez mondjuk egy érdekes dolog lehet, meg azért ez szokott látszódni a támogatáson is. Tehát, hogy hiába van mit tudom én 400 ember ott, de olyan alacsony szintű a támogatás, hogy furcsa. Hogy furcsa a dolog. Szóval értitek, hogy mire gondolok. Tehát azért ezek azért kiderülnek. Meg volt ebbe botrány is GTA RP-vel kapcsolatban, hogy valaki valamelyik szerveren játszott, akkor oda tolták a falóbotokat, a viewbotokat. Hát tulajdonképpen egy promóció volt a szerver üzemeltetőjének, mert hát ugye sokan rákatintottak, hogy miért nézik ezt ennyien? Na, de ezt talán hagyjuk is. És ugye ebből szerintem egy az egyben választ kaptatok arra, hogy miért nincsen GTA RP nálam. Tehát ezen egyszerű oknál fogva. Meg hát nem tudom, hogy találnék-e olyan szervert, ahol nem találkozok hülyékkel. Hát nem hiszem, hogy lehet. Bár biztos, hogy van, csak én nem tudom. Szabi Mester, köszönöm szépen, nagyon a Zsarátnak ajándékozott szubot. Nagyon szépen köszi. Igen, Candy, legalábbis tudomásom szerint. De mondom, ebben nem menjünk bele, mert egészen biztosat szerintem senki nem tud. De mindegy is. Na igen, én is eljátszottam a gondolattal, ugye, Candy. Tehát, mert alapvetően engem olyan szempontból érdekelt ez a dolog, hogy mit lehetne kihozni a csatorna tematikájából ennek a játéknak, illetve a játékmódnak a lehetőségével. Tehát ezt ilyen szempontból néztem meg, és volt számos jó ötletem, hogy mit lehetne ezzel csinálni. Tehát, hogy lehetnék tényleg, mit tudom én, tanár a GTA-ban, de pont ezen okokból kifolyólag úgy döntöttem, hogy inkább ezt a rizikót nem kéne vállalni, hiába lenne belőle egy iszonyatosan jó műsor, meg szórakoztató, meg mit tudom én, nem feltétlenül megyek el eddig, mert másik oldalról sokkal erőteljesebben visszaüthet. Ennyi. Kiírtam stream címbe, hogy ennyi follow van, és ennyi kell, Insta kaptam árlistát cseten. Na hát igen, csak tudod, ez is egy olyan érdekes kérdés, hogy persze, tehát ezzel a lehetőséggel persze lehet élni, a szabályzat ugye nyilván nem engedi, tehát lehet élni ezzel a lehetőséggel, nem szabad, de lehet, de valójában mi a francot nyersz vele? Tehát most őszintén, tehát azért meg szokta valaki nézni azt, hogy kinek hány követője van? De most őszintén. Tehát persze lehet, hogy mit tudom én, nagyobbaknál megnézi az ember, hogy mit tudom, hány követője van egyszer az életbe. De aztán onnantól kezdve így igazából ki a francot érdekel. Eleve ez a követő szám kérdés, egy roppant érdekes dolog pont itt Twitch-en. Mert ha belegondoltok, akkor azért, mit tudom én, nekem van most hány követőm? Nem tudom, valamennyi van. Valamennyi ezer, de hogy mennyi ezer, azt nem tudom. Mennyi követőm van? Nézzek egy dashboardot most ezért? 46.087 követő. Jó, tök jó. Viszont ha belegondoltok, ebből a 46.000-ből kik vannak ott rendszeresen? Na, tehát hányan vannak ott rendszeresen? És hányan vannak úgy, akik már nem is néznek Twitch-et? Nincsen idejük rá, nincsen idejük. Tehát ez annyira félrevezető információ ez, hogy őrület. Tehát ha belegondoltok, ez roppant félrevezető. Na hát igen. Persze, Ógabi, így van, természetesen. Csabi miatt reggeltem följebb említett, de mit említett? Amennyire én tudom, nagyon sok szponzornál úgy működik, hogy követők száma, nézők száma. Nézd, én azt gondolom, hogy ezt már nagyon jól tudják, hogy a követő szám az nem feltétlenül ér úgymond sokat. Tehát átlag nézőszám az megint egy másik történet. De az is egy másik dolog, hogy a támogatást is nézik.
egyszerűen azért, mert amit mondjuk el szeretnének adni, azt szeretnék olyan helyre pozícionálni, ahol van fizetőképes kereslet. Tehát ezért önbecsapás tulajdonképpen a nézőbotolás is, bárhogy is nézem. Én is bekövettek jó pár csatornát, de nem nézem őket, szóval a követő szám az nem jelent sokat. Hát persze, hogyne. Meg hát azért van mozgás, na. Na, de azt hiszem, hogy eléggé bőlére eresztettük ezt a történetet. Valamilyen óból kifolyólag mégis rengetegen follower botoznak, teljesen indokolatlanul. Hát persze, hogyne. Csak hát most érted, mi értelme van ennek a történetnek? Hát pont az előbb vezettük végig, hogy ennek valójában annyi értelme van, mint vadászkutyára a vészfék. Hát semmi. Nem gondolkodtál, amíg zenélő streamen? Bocs, ha már sokan kérdezik. Volt pár ilyen kérdés, igen. Én is szeretem az élő zenét, csak az a baj, X-Hub, hogyha én szeretnék itt muzsikálni, azt a 8. emeleten a társasházban nem biztos, hogy szívlelnék, egy. Másrészt meg a komplett setupot elvinni oda, ahol a dobfelszerelésem van, hát szóval azt így talán így ne. Ha egy mód van rá. Tehát így persze gondolkoztam én már minden hülyeségen, de ez nem annyira játszik, hogy őszinte legyek. Na, szóval lényeg, hogy ez a harci helyzet. Tőlem múltkor megkérdezték, hogy mennyi a bot falu számból. Én meg őszintén rávágtam, hogy 2000, de volt, hogy 4 is. Na, figyeljetek, mára berekeztjük a beszélgetést, viszont 18 órakor találkozunk, és wormsozni fogunk. Tehát zéróval ketten egymás kukacát fogjuk, vagy kukacait fogjuk hajkurászni leginkább, és nagyon jó lesz. Ezt meg tudom ígérni nektek. Van ez a csodálatos muzsika, ez a kiszámolós, úgyhogy ezzel fogok most búcsúzni. Legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Nagyon szépen köszönöm ezt a szubáradatot, ami érkezett itt. Tényleg köszönöm, ott vannak a social media szájtok, leginkább Twitteren kommunikálok, de Instagramra is rakok ki pucér képeket, úgyhogy ha gondoljátok, akkor dobjatok egy követést ide-oda-amoda. Köszi szépen, nagyon találkozunk 18 óra 30-kor, a menetrend meg itt található, ha megtalálom. Nem találom, de megtalálom. További szép napot nektek, 18.30-kor, Worms. Szevasztok, csá-csá!